Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 13 perce. Jó reggelt kívánom minden morning show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani. Hello. Drága hallgatók, nem késtem, hát tudom, hogy azt hiszitek, jönnek az SMS-ek. A második zene 6 után, Bali már megint késik. Azt mondja, hogy Zsül, most kaptam meg Bali tegnapi SMS-ét, hogy tegyél be még most egyet. Most ért ide. Bali megint elkésett? Két zene, Balika megint késik. Julien, rakd be még egyet. Julien. Szép napot. Nem, itt voltunk, de ezt a 6 óra 12-13-at, ezt próbáljuk tartani. Nem indulunk el előtte, tudjátok, előtte előzenekar van, és úgy kell kilépni a színpadra, hogy már várjatok. Egy Sóbi Norbi reklám után azért kell az országnak egy kis zene, hogy kiheverje. Bácsi, az Géza bácsi 153 kg, és a Mercedes 23 kiló. Hihetetlen hiteles. Hihetetlen reális, hogy Géza bácsi 163 kg vagy. Tehát egy igazi Géza bácsi. Ja, jó, hát ha Géza bácsi oda szólt, mindenki Géza bácsi. Hát emlékeztek, milyen kövér volt, aztán hogy lefogyott, hát és miért fogyott le, hát mi más. Mondtam Zsülnek, hogy Zsül még egyet, tehát valamit tegyél be még egyet, mert ez helyre kell tenni lelkileg, úgyhogy itt voltam, de... De nem tudunk, ilyen 6 óra 10-11-12 körül fogunk. Viszont ezekből az SMS-ökből állandóan kiderül, hogy évről évre, hónapról napra, hétről hétre, napról napra én biztosabb vagyok benne, hogy mi egy Szabó család vagyunk, 2 millió szereplővel. Tehát, hogy ilyen 2 millió családtaggal pontosan, tehát ez mindenki minden tud már, két hangból már rögtön tudja, hogy mi történhetett. Miért van még egy zene? Igen, hol vagyok? Kések? Mi van veletek? Ki hol van? Tehát nem itt voltunk. Majd üzen a hallgató, zsűrök, ennyi, hát jó. Mi mindig olyanok vagyunk, mint egy nagy család, igen. 6 óra 9-kor olvastam, 6 óra 9-kor küldtem az üzenetet. És akkor már itt beszélgettem a Janival, meg az Annával. Tehát van bizonyítékom arra, hogy nem volt. Nem volt késés. Most időben indultam egyébként, úgyhogy... És készpénzt hoztál magaddal? Nem, viszont van kártyám, úgyhogy minden tartozásomat tudom rendezni. Neked is lóg? Nem, csak a kíváncsi vagyok rá, hogy mi volt az utazöngé a tegnapi napnak. Volt-e nagyon kellemes kávéja, volt-e friss croissant? Nem, tényleg meghívtak. Nagyon kellemes kávét fogyasztottam el. Az 5. emeleten, ott, abban a lakásban, ahova mennem kellett, felcsöngettem. És nagyon kedvesen vártak, leültettek egy kanapéra. Megbeszéltük a világ nagy dolgait. Megnéztétek a családi fotóalbumot? A családi fotóalbum nem került elő. Az a következő alkalom lesz, mert most már visszajár. De szóba jött egy nyaralójuk, hogy hol van nyaraló, és hogy én ahhoz közel lakom, és hogy van egy halastó, és akkor... Megkaptad a kulcsot? Menjenek el nyugodtan, Balázska. Van-e a kertben gyümölcsös, és hogy miért nincs, és hogy mennyi munka van, és hogy telnek a nyugdíjas évek. Halastó is van. Halastó az nem az ő kertjükben van, arra felé van egy halastó. Arra felé van egy halastó. Mentek el majd akkor bojlizni, kutyogatni. Kutyogatunk, bojlizunk. Én ittam egy remek kis kávécskát, elfogyasztottam kis cukorral, egy ilyen kis nagyon szép kis kerámia, vagy nem is tudom, milyen ezüst csészéből. Hát egy zsolnai biztos. Egy zsolnai. Nem is alpaka, ezüst. Egy nagyon szép kávét ittam, úgyhogy jó volt, rendeztem az 1000 forintos tartozást. Már amikor fölcsöngettem. Már bekereteztették, vagy pedig ez még folyamatban? Én szerintem biztos benne, de elmondták, hogy ők azt hitték, hogy kandi kamera az egész, és hogy nem akartak adni, mert azt hitték, hogy én szivatom őket. Tehát, ja, így, már ez a sírig viszont ezt a kerettet. Igen, és már úgy benyomtam a kapucsengőt, és azt mondták, hogy jöjjön Balázs, az 5. emeleten várjuk. Már így vették föl, tehát amikor megszólalt, már se kellett mutatkozni. Kiöltöztek öltöny, kis kosztüm. Nem, hát az nem. Ez nem hülyék voltak, csak kölcsönadták. Kölcsönző smoking vagy. Persze, cilinderrel a fejükön egy törpét és egy nyulat varázsoltak belőle, és mazsoretteket dobált. Jöttek a mazsorettes lányok és dobálták őket, vagy a mazsoretteket. Tényleg ott a mazsorettes lányok azok, vagy a mazsorettek, amiket dobálnak? Ők a mazsorettek, ők maguk azok. Igen, és amiket dobálnak, azok mi? Azok például botok. Azok a kis szarok. Azok a botok. Jó, szóval, hogy úgyhogy jó volt. És megbeszéltetek újabb találkozót, hogy itt lezártak történet. Ez egy rövid történet volt, itt lezártak. Ennyi. Elbúcsúztam. Biztos a kedvét 1200-t adtál, hogy vagy nehogy hívjanak, hogy még 200 forint hiányzik. Rendeztem az ezrest, úgyhogy nagyon, nagyon jóféle kis kávécska volt. És reggel hallották az adásban? Hallották az adást, így van. Uh-huh. Hallották az adást, hát ugye írtak ugye jelentkezett is, csak igen. Nem tudom, hogy valaki szólt-e nekik, hát, hogy róluk beszélünk. Nem, ők hallgatták az adást. Akkor ők voltak azok, akik írtak jóban, mert hát ugye ők szeretné a fonalat sokan, ugye a hallgatók. Nem, mert nem tudják a hallgatók a nevét, és ő aláírta tegnap.
tehát ő odaírta, hogy hívják, csak én nem mondom, hogy senki ne csöngessen fel hozzájuk azon a környéken. Ő tegnap ugye aláírta névvel, és már a Feri jelezte, hogy ez valószínűleg igaz lehet, mert hogy ott a név. Mert én mutattam, hogy ki ez kell. Igen, nekem mondtad a neved, de adásban. Adásban el, és aztán elhangzott, és alá is írta. De helyesek, nagyon aranyosak. Nagyon cukik voltak, és egyébként jóféle kis kávécskát ittam. Úgyhogy... Már megérte. Aha, már megérte. Kaland, úgy barátok is. Kell alakítani reggeleket, hogy minden reggel be tudjál ugrani hozzájuk adás előtt, inni egy jó kávét. Most az a jó, hogyha ott parkolok és bajban, már tudom, hol kell fölcsöngetni. Igen. Aha, hogy örülnek ennek a mondatnak. Már tudom, hogy hova kell menni. Jó kávé, egy ezres. Van hitelkereted. Hát ez tök. Igen, most neked kell megadnom az ezrest. Igen. Aha. Úgyhogy most tovább görgetem. De nem, mert Juli megy ki az automatához. Mikor mész át kávézni Velencére, hogy visszavidd majd az ezzel. Tényleg, beugrom egy jó kávéra. Vissza oda. Úgyhogy ezt is rendezem, és akkor most nullán vagyok tulajdonképpen. Senkinek nem tartozom semmivel utána. Stábilag, nem? Nem. Hát nem. Készpénzzel nem. Készpénzzel nem. Szerintem nem. Kicsi sajnálom a kávét, úgyhogy nem mondom meg. Nem, elfogyott már kávé? Nem, minden rendben van. Minden rendben, hát azóta már rengeteget. Ugye legutóbb, amikor beszéltünk róla, utána kaptunk mindenféle ilyen. Még azt hiszem, hogy még Németországból is küldtek. Az egyik kedves hallgató, aki az interneten keresztül hallgat minket, még küldött nekünk, őt kint dolgozik egy ilyen kis kávézóban, akinek saját pörkölésű cuccaik van, és küldött igen a keleti rokonoknak. Hogy így a vasfők egy másik oldalára. Na jól van. Egyébként minden oké mindenkivel? Minden rendben van. Minden a legnagyobb. Hova? Segítsetek már, hogy hova sietnek a nyugdíjasok, és én mikor fogok elérni oda, hogy abba a korba tudom, már megkaptuk, ugye, hogy mi milyen idősek vagyunk, hogy mindent fölrúgva, így 70 plusz, nyilván ha 70 éves leszek, hogy tegnap én csak olyan nyugdíjasokkal találkoztam, aki elédveti magát az autóval, aki föllök a pénztárnál, pont Robival, a szomszéddal beszéltük este a levezető fröccsünknél, hogy ő úgy szokta, ugye, hogy elviszi a gyerekeket 8-ra az iskolába, ez ugye nem tegnap volt már, hanem régebben, hogy miért van az, hogy például az ott parkoló 10 autóból 4 már 7:30-tól ott áll, ők kis nyugdíjasok, hogy ők miért nem érnek rá 8-tól oda nem menni? Nem kis nyugdíjasok, csak nehéz az élet a Kárpát-medencében. Csak már úgy értem, hogy kis aranyos, kedves nyugdíjasok. Hogy ezt mondjátok már meg, hogy mikor kaptansz, mikor kaptansz át, hogy eléred azt, hogy egy végig dolgozott szép élet után be kéne lassulni. Igen, hogy és már, mégis rohannak. És hogy mégis, hát tegnap bevásárolni voltam, figyelj, a néni az unokáival együtt gyakorlatilag föl neki löktek a már majdnem a pultnak, ahol szeretnéd letenni ugye az át, ahol fizetsz. És akkor szóltam, hogy ne tessék haragudni, nem leszünk hamarabb elő. Tehát, hogy ne tessék lögdösseni, felképelem a néni. Hát ezt nem mondtam, de hogy nem lesz hamarabb kész a pénztáros néni attól, hogy maga ráállok erre a dologra. És utána kifizettem, vagy felraktam a futószalagra, előre sétáltam, és ott állt. Érted? Hogy mi vezényli őket? Hát valaki segítsen már. Hát neki a madaras teszkos akció az olyan, mint a német nyugdíjasnak Ibiza. Tehát, hogy aha, szerintem ez hormonális. Neki sajnos ez jutott. Tehát ő valószínűleg életében ilyen hormonális. Nem. Tehát az öregségre elindul valami, amitől rohansz, félsz, hogy lemaradsz, türelmetlen vagy, és ez egyszerűen egy ilyen szervezetben fellépő, egyszerűen egy hormonális változás. Hát igen, csak miről maradsz le? Nem, ő nincs a valódi oka igazából, hanem hogy rohansz, hogy türelmetlen vagy, hogy nem akarsz sorba állni, hogy nem bír sorba állni, hogy már túl akarsz lenni rajta. Tehát ez egy ilyen korra járó tünet, amiért tényleg nem mész el a 10 méterre arrébb található zebráig, hanem átmész a Lea piacra, úgyhogy négyen ütnek el közben, de te fölállsz és húzod a kocsidat magad után, és akkor is megveszed azt a rohadt retkes meg. Meg azt a krumplit, úgy átmész a Váci, mint az állat, mert hogy egyébként hosszú idő körbe menni, pedig lenne időd, mert nyugdíjas vagy. Na, nem hát pont ez az, hogy nem a megnyugvás kéne, vagy érzi az ember, hogy ott már van egy, nem tudom, mennyi hát, nem hormon, ez valamilyen ilyen lehet, hogy türelmetlenebb vagy, és egyszer rohansz. Félsz, hogy még kevés van, vagy bármi. Vagy a vadának már tényleg be kéne vizsgáltatni ezeket a cikoria kávékat, hogy megnézzük, hogy mi van bennük. Hát, vagy az lehet. Vagy az lehet. Egész nap ezt kell mondom, mit tettem, jó Istenem, hogy ez jön most. Legalább látod azt, hogy tényleg egy-két év múlva, amikor már mi is ott fogunk lenni, hogy akkor bennünk is lesz vitalitás. Ha, nagyon remélem. Ezt szerintem ez egy jó perspektíva. Figyelj, ha fele ennyi, mint a tegnapiakban, akkor én már boldog vagyok. Hát sem. És igen, és türelmetlenek a busznál is, a BKV-n is, tehát valahogy ez egy ilyen. Ez egy ilyen korbeli sajátosság szerintem. Nem kell is pont 8-ra ráérni menni a piacra, hogy 4-9-re. Nem, neki 7:30-kor ott kell állni, érted, az iskola előtt le kell tenni a kocsit, mert akkor jön mindenki. Nálunk csak kétszer van piacra héten. Lehet, hogy már tudja, hogy nincs sok ideje? Tehát van egy ilyen szervezetben, mint amikor a verébel indul,
vagy a veréb nem indul el, mint hogy a mi ez a villás farkú, izé, fecske. A konnektor. A konnektor. Villás kulcs, fáziszerűen. Ingusz kulcs. Nem, amikor elindul ugye a fecske, a költöző madarak is azért indulnak, mert nem tudják, hogy ők milyen, most hány óra, hanem van egy változás a szervezetükben, és a hormonális változás útnak indítja őket. Tehát aha, érzik belül. Lehet, hogy ilyenek a nyugdíjasok is, nem? Aha, hogy bár az én nagymamám is nyugdíjas volt, és ő nem volt ez a mindenkit félrelőkő nagyon rohanó. Tehát nem volt villásfarkú. És nem akart költözni se soha, elindulni Afrikába. De hogy például nem volt ez a típus, aki arrébb lökött az édesburgonya pultnál, hogy menj már innen, mert venni akarok még kettőt. Venni akar fél kiló csicsokkát. Én félek lehet, ez azért abból külön pultja az édesburgonya. Külön pultja volt az édesburgonyának, de soha senkit nem lökött félre, hogy fiss a csicsó. Hogy ezt megtegye, úgyhogy nem tudom, mi lehet az oka. Nyugalmat kérünk tőlük. Ha, igen. Ők meg türelmet, mert ők meg sietnek. Jó, értem én. Na de hát, ő meg otthon azért panaszkodik, mert hogy ezek a mai fiatalok olyan lassúak, olyan kimértek, olyan körülményesek. Én múltkor is találkoztam ezzel a Rákóczi Ferivel. Ott állt a darab szőrös állat. Nincs dolga. Nem, hogy ez nem tud arrébb menni. De szerintem egyébként az, hogy neki be van osztva a napja, és ő tudja, hogy neki fél óra múlva mit kell majd csinálnia. Kezdődik valami a rádióban, kezdődik valami a tévében. Érted? Ja, és akkor nem akar lemaradni. Így kedved van. Sorozata. A legújabb ajánlatok rohan a Telesobban. Aha. Na jó. Érted. Na mindegy. Jó van, megmutatjuk az ismétlésünket tegnapról. Jó, egy picit, aztán még visszajövünk. Há, megnyugodva hallottam, hogy Ákos van. És így kifújtam a levegőt. Igen. Igen, Szandi visszavonult. Hál' Isten, édesem, hát ez nem egy neki való szakma volt. De hát miért? Nem, hát érdemény. Nem ilyen helyre megy? Vagy még nem tudom, megpróbáltam róla lebeszélni. Nem, képernyős lesz, úgy tudom. Megpróbáltam neki elmondani, hogy ezt ne erőltessek. Igen. Egy tévészervizben koltatok. Lelki megnyugvással konstatáltam, hogy Ákos van ma reggel, komolyan, mert szóval, hogy így, hát, azért ez is egy szakma. Nem egy szakkör. És hát annyi szép szakma van. Igen. Nem? Olyan cuki lány volt, de annyi szép szakma van. Ma még bejön hozzá, hogy komolyan tessék? Ma még bejön hozzá csoki tortát. Ja, ma még van. Oha. Jaj. Akkor nagyon ügyes. Nem azt mondtátok, hogy tegnap volt utoljára. Nálunk reggel. Ja. Várt ki a végén házi sütés. Jaj. Akkor nekem van a fölé fog guggolni egy kicsit. Ezt neked nyomom. Ezt házi trüffel. Nem, tényleg, szóval, hogy igen. Szóval, hogy örülök, hogy az Ákos van. Na mindegy. Jó, van, én nem eszem a csokis trüffelből, ma szerintem. Nekem a csokis trüffeles piskóta van kimarad. Ha ez a búcsú süti, akkor én lehet, hogy jobb, ha ezt kihagyom. Szóval ismétlünk tegnapról. Féltékenységgel foglalkoztunk, és nagyon vicces SMS-eket kaptunk. Egy amerikai cég kitalálta, hogy csipet kell ültetni a péniszbe. És a hogy lehet ezt szépen mondani? Nem lehet szépen mondani a női nemi szervet, mert a pénisz az vicces, vagy a kuki, vagy a fütyi, de mit lehet mondani? Nuni? Nuni. Hát a nuni. Lehet csípet rakni a nuniba? Hát, és akkor jelez a nuni, ha használják. Ugye erről volt szó. Illetve hát a férfi, a nőnek is az okos telefonján jelez, ha a férfi más kart hüvelyhez, lehet így mondani? Próbál bemenni, az jó. Csak mondom, hogy van olyan konkrétan olyan reklám a televízióban, amit lehet látni. Nem, ja? Hát ahol elmondja a hölgy, hogy ő megbarátkozott a saját vaginájával. Ha ezt így ki lehet mondani a televízióban, a reklámban, akkor miért ne lehetne kimondani a rádióban? Sziasztok, Katalin vagyok. Én megbarátkoztam a saját vaginámmal. Barátkozz meg te is. Ez a reklám? Igen. Miért nem látok ilyen? Én mindig csak ilyen körömgomba reklámokat látok. Nem mutatja. Nekem már is elég lenne 40 évesre, hogy ilyen reklámot hallok. Hát figyelj, konkrétan elmondják. Én is egy picit meglepődtem rá. De várja, ő azt mondja, hogy te is barátkozz meg az ő vaginájával. Nem, hogy ő elfogadta, és hogy megbarátkozom, mert hogy egyébként elfogadta, hogy a férje bohókás hangulatú, meg hogy a gyerek ilyen, és ő is megbarátkozott azért, és ott azért, hogy kiesett a kezemből. Micsoda? Mert a férje bohókás. Ezért én is megbarátkoztam a vaginával. Én is, és most megyek készülök vacsorát. És így ültem. És mit reklámoz? Mi a termék? Ne, hát ne, azonosítjuk be, nem tudom pontosan, hogy miről. Barátkozom meg ön is a vaginájával? Aha. És lehet, hogy egy ilyen kis tükör? Egy ilyen alsó tükör? Egy zsebtükör? Vagy tehát, hogy mi lehet maga a termék? Azt írja már meg valaki. Nem kell konkrétan a nevét, csak hogy mit reklámoztat. Konkrétan, hogy... ezt járna, ha el lehet ott mondani, akkor itt is el lehet mondani. Hát akkor itt is el lehet mondani. Vagina. Így van. Vagina. Igen. Férjen. Gyerek. Szóval, ugye... És arról beszéltünk, miért rossz az, amikor az embernek a párja féltékeny, hát elképesztő SMS-eket kaptunk egyébként. Írtak hallgatóink, hogy párjuk miket csinált. A legjobb, amikor tényleg valakit vízbe ültettek, hogy megnézzék, felszállt-e a heréje. Letesztelte valaki?
Én elfelejtettem. Nem. Nem csináltátok meg a helyretesztet? Az a baj, hogy tegnap előtt dobtuk ki a lavorunkat. Ja, ezt nem azt mondtad, hogy tegnap előtt. Én még a dagályba voltam, szóval múlni, hogy rosszul nézett volna ki. Az 50-es medencében, hogy jön-e vagy nem. Az mondjuk érdekes, igen. Na, ismétlünk egy picit, aztán jelentkezzetek játékra, elmegyünk hírezés az ismétlés után, jó? 2-0-ra kikapunk eddig? Eddig igen. Hallgatok, belehúztam. Nem jó hír, vesztésre állunk. Ma megnyerhetitek a hetet. Na jó, hát most ha kell, vigyék. Ha vigyék. De ma megnyerhetitek, úgyhogy csak az jelentkezzen, aki nem ijed meg a lehetőséget. Jó? Jön az ismétlés, aztán jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc van, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, jön a kánikula, jön a meleg. Jó hely! Jön a jó idő vissza. Úgyhogy minden rendben. Minden rendben lesz, mi azt van? Nézem, hogy... Elutazol? Hova? Csak hogy jön a jó idő, tudod? Ja, nem, már csak tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 33 fok, és szombatig, vasárnap jön megint valami hidegfront, ahogy látom, de addig napról napra melegebb lesz. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, azt néz, 33-oson Debrecen táblán belül, Fiátszalon előtt a Hortobágy felől jövőket piros Ford Mondeo lesi és fotózza. Ezek a belgák dopingoltak, ezt ne küldjétek el, ez a hülyesség, elindult a Facebookon valami, semmi köze a valósághoz, nincs ilyen, nem zárták ki őket, nem megyünk vissza az EB-re, ne nyaljatok be mindent. Trollfoci amit... feldobott egy ilyen hírt, és ha mindenki így, ahelyett, hogy elolvasták volna, teljesen megpróbálták volna egy kicsit így értelmezni a cikkben rejlő iróniát. Persze. Három tüdőt rögtön is vették, igen. Igen, ne nyaljatok be mindent, hogy keresztül dopingolna. Érezzétek az iróniát, igen, tehát nem kell. A csorda elméletbe bedől, és mindenki ezt írogatja, hogy tényleg megyünk vissza, és dopingoltak a belgák. Nem, és Elvis sem él. Így van. Egy ideje. Tényleg? Az iskolája. Olvasta egy cikket, és elhitt. Ezt most kell megtudnom. Káli Benzink után kamerával kint állnak a rendőrei. Szabolcs küldte nekünk. Jól van, oké, na megnézzük, hogy ki a 7. játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Szia. Több lendületet, több vitalitást. Jó reggelt. Hello, Szilvi. Még korán van. Sziasztok. Az igaz. Hát, az nagyon korán, igen. Honnan hívtál minket, Szilvi? Ballószögről. Ó. Kecskemét mellett. Ballószög. Ez jól hangzik. Kecskemét mellett. És mit csinálsz éppen? Készülődöm dolgozni, most már csak egyedül vagyok. A többiek már elindultak. Ez a többiek a gyerek, család, apuka, a férj? Hát a gyerekek azok most ugye a nyári szünet miatt oda vannak. Anyósoméknál, a férjem pedig elindul dolgozni. Tudjátok, hogy kell élni. Tudjátok. És mennyi időre kapják meg a gyerekeket az anyósok ilyenkor? Vagy az anyós? Hát ilyen egy-egy hétre. Ja, egyik anyós, másik anyós? Nem. Egy anyósom van. Neked, de a férjednek is van érted, és akkor lehet itt is, ott is. Egy hét szabja. Nem, együtt vannak mindig, igen. Aha, ez menő, hát ez tök jó. Hát az már akkor egy hétet kiütöttetek a nem tudom, 11 hétből, vagy mennyiből. És hogy érjön a vissza, hogy messze laknak? Nem. Ezt inkább hagyjuk. Na jó, van akkor. A gyerekekre vigyáznak. De az jó, figyelj, az már nagy segítség. Így van. Kivel játszanám? Hát veled, Balázs. Úgy döntöttél, Szilvi? Hát úgy döntöttem. Legyen így. Meglátjuk. Én benne vagyok egyébként, aztán talán még nem is játszottam a héten, vagy csak egyet. Oké, mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, és van is fire. Várj, elindítom. Itt vagyok, itt vagy? Haló. Itt vagyok. És ti hogy oldjátok meg ezt a hosszú nyarat? Jó a kérdés. Hát nehezen. Nektek is mamákhoz? Így van. Ja. Még nálatok azért elég kicsik ahhoz, hogy táborba nyomjátok őket. Hát a kicsit lehetetlen leadni, hát ő másfél éves. Ő még azért így nehezebben tud menni nagymamához. Igen, azt mondtad, igen. Azt a mindenit, igen. Rájöttem, igen. Várjátok csak, hogy itt én kimondtam előtte, vagy csak félig elharaptam, vagy mi volt? Így van.
Igen, de ezek után meg ezt elvenni, az nagyon csúnya dolog lenne, nem volt az? Nem volt az. Hát ez legyen véleményes. Nem mondtad ki. Egy gét sem nem mondtad ki. Nem, csak én eljöttem, közben kapcsoltam egy ilyen így van. Így van. Ja, igen, én is azt akartam, hogy igen, nálunk is a kicsi még kisebb. Mekkora kicsi? 7 éves, de ő már most volt egy táborba. Na, már. De kicsi még. Egy hét táborra már le tudtátok passzolni? Hát nem ott alvosra, de igen. Ez a reggelben megy este az olyan. Így van, egy ilyen kis barangolós tábor. Jó az. Na jó van, köszi a játékot akkor. Hát sajnálom. Nem voltunk túl erősek. Nem volt egy túl erős játékre. Igen, nem a legacilosabb pillanatai közül nem csíptál el egyet Balázsnak. Ez nem vonul be. Mégis én mondtam ki pedig. Igen, félig én, aztán te a másik felé. Jól van, imádlak titeket. További szép napot. Köszönjük. Köszi viszont. Ciao. Hello. Na hát akkor 1-2. Szépítettünk? Na, hogy szépítettünk, igen. Még lehet bármi belőle. Na, focis napunk lesz ma minden mennyiségben, mert hogy Király Gabit hívjuk 7 óra után, gyerekek! Sikerült elérni! Király Gabit, úgyhogy vele beszélgetünk majd 7 óra után, valamint 9 óra után Dzsudzsák Balázs érkezik hozzánk ide a stúdióba, jön Bazsi, és beszélgetünk az EB-ről, a meccsekről, a hangulatról, a szurkolókról, és mindenről, ami az elmúlt 3-4 hétben történt velük, mert csomó minden történt. Úgyhogy Balázs jön hozzánk, és vele beszélgetünk. Menő lesz. És jó lesz, igen. A kérdéseket is 0676 45 00 00, hogyha van esetleg valami olyan dolog, ami nyomja begyeteket, a szíveteket, és meg szeretnék kérdezni a két nagyszerű sportembertől, akkor tegyétek meg. Igen, hát most inkább Gabihoz, és akkor majd Balázshoz 9 óra után. Akkor küldjétek, hogy nehogy aztán itt a nagy forgatagba eltűnjenek. Gyorsan még egy közlekedés, M3-as Budapest felé 205-ös kilométernél van trafink, úgyhogy vigyázzon mindenki, 3 perc van pontosan, 7 óra, Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán jövünk a hírek után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt. Mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk. Milyen nap van ma hirtelen? Szerda van? Akkor ezt érzem magamon. Uh-huh. A hétközepi. Hétközepi érzetem volt, akkor jól éreztem, hogy... Pedig ma már nem is lesz értekezlet, ugye? Hát ki tudja az ilyet? Hát itt szerben szokott lenni, most ezt a szép hagyomány ne törjék meg. Én nem érek rá, melyek anyám föl kell hoznom a kórházba, de sajnos. Neked meg van, amit meséltél tegnap az a izé. Igen. Na. Nem is beszélek róla, mert... Az is szörnyű. Sűrített levegőt kell vennem, palackosan. Még nagyon ne pánikoljatok, mert eddig se voltatok. Egyébként. Nagyon nem kell kifogásokat keresni, mert eddig se voltatok. Nagyon. Nem lesz szerintem. Hát most mit értekezünk? Most nyár van, most nem történt nagyon semmi így a rádióval. Bár, hát azért ezt ugye nem lehet tudni, naponta történnek változások. Tehát azért az, hogy nem történik semmi, ez ebben az formában kicsit talán erős. Úgy viszont igaz, hogy mi sem tudjuk, hogy mi történik a rádió. Az viszont úgy abszolút igaz, igen. De nem, szerintem nincs ma. Nincs ma értekezlet, legalábbis nem tudok róla. Na, azt mondja, hogy gyorsan nézzünk egy-két SMS, mi helyzet az utakon. 33-on Debrecen táblán belül a Fiat Salon előtt mérnek. Úgyhogy vigyázzatok. Igen, a Jani mondta, hogy küldjetek kérdéseket, de Gyugyihoz még ne küldjetek, mert látom itt megint. Nem, mindent a munkaidejébe. 9 után, jó? Tehát még nekünk el fognak keveredni az SMS-eitek, aztán mérgesek leszek, hogy nem kérdezem meg őket. De még nem, lehetőleg még nem. Majd 9 után, mert hogy a Balázs akkor jön. Jó, ha most szeretnétek kérdezni, akkor leginkább a Gábortól kérdezzetek, Király Gabitól, mert hogy őt hívjuk nem sokára. Van az M3-ason egy trafink a 152-es kilométernél, ezt Csóka küldte nekünk, köszönjük szépen. És M7-es 50-es kilométer Balaton irányába szintén trafi, ezt Vegeta írta. Na, igen, szóval az intim mosakodó túlsfürdő az, amikor kiderült, hogy a nő megbarátkozott a saját vagyájával. Ez nagyon dicséretes. Hallodok, ki esetek ezenből a tofu szendvics, amikor így először láttam, hallottam, hogy tévé, nem hittem el, hogy mondom, ja, jó, hát akkor köszönöm szépen. Merjünk róla emberi módon beszélni. Merjünk róla beszélni, persze. Tehát egy férjed kicsit, izé, hebrencs gyerek, akármi, na, hát, ugyanaz a vonal, nem? Tehát apa, gyerek, nuni. Náluk így ilyen keresetlen őszintességgel nem szokott előjönni, nagyon otthon a téma. Tehát, hogy meg kéne már locsolni, olyan porzik a kert, de hogy egyébként, és anya, megbarátkoztál már. Tehát, hogy ez így nem.
Hát ő megbarátkozott. Én örülök neki egyébként. Az ember így el tudja fogadni a saját testét, az egy nagyszerű érzés lehet. De, hogy reklámot is csinálnak belőle. Bali, holnap szelektív kukanap van, Norbi küldte nekünk. Hát mindig máshol, máskor. De igen, ez egy még sosem sikerült elkapnom, tehát egyelőre nem sikerült. Norbi a kert szomszéd? Egy hónapja nem vitték el a szelektív kukáimat, mert mindig rossz kort tettem. De akkor most megpróbálom a holnapot újra kirakni. Azt tudom, hogy péntek kommunális, hétfő marginális. Marginális, ked, anális. Nem, hétfőn pedig a zöldet viszik. Tehát most már csak a szelektívbe kellene beletrafálnom, és akkor egészen jó vagyok. Szerdemek visszahozzák. A zöldet. Ha bele tudnék trafálni a szelektívbe, akkor már az egész heti kuka. Kuka beosztást tudom, de ezt még nem sikerült elkapnom. Mindig az én kukáim árválkodnak. És onnan tudom, hogy ma valószínűleg nem visznek kukákat, hogy kiúzom az utcára, körbenézek, egy kuka nincs kint, és akkor szerényen visszavarulott vagyok, és mondom, jó, csak tréfáltam. De már el tudom találni szerintem. Igen, nálatok nem tudom, hogy ki viszi el, mert nálunk ugye az FKF, és azt hogy lehet megnézni, hogy felmegy az ember a honlapjuk, azt gyakorlatilag megnézem, hogy a mi kerületünkben, a mi utcánkban, mikor is, milyen formában távolítják el a zöld tulajdonot, meg a szelektívet, úgyhogy én ezt meg tudom nézni. De nem jó, nincs ilyen. Egyszer már kiderült, hogy egyszer már kiderült, csak elfelejtettem. Igen, mondtad is, igen. Nagy boldogság volt, ez volt egy hónapja. Azt mondtam, egy kicsi koponyányi van, hogy rángatom ki be a kukákat, és mindig reménykedem, hogy mire hazamegyek, addigra üres lesz, és aztán rájövök, hogy sose üres, mert rosszkor vittem ki. Úgyhogy most azt sem, hogy mind kirakom hétfőn, és kint hagyom addig, amíg el nem viszik. Hát, csak félek, hogy ellopják. Vagy a másik megoldás az az, hogy adsz egy távirányítót a kaphoz a Norbinak. Mert Norbi tudja például, aki megérte, hogy mikor van a szelektív. Ja? Nem, az Géza bácsi. Géza bácsi. Norbi tudja, hogy Géza bácsi 163 kiló. Norbi kihúzza minden nap. Hát tudja, most írta meg. De egyébként a Géza bácsi fogyott 163 kiló, hány kiló volt valójában? 283? Igen. Mi az, hogy fogyott 163 kiló? Tehát az 200 fölött van, biztos. Géza bácsi akkor nagyon nehezen. Géza bácsi. Viselte már a nyarat, igen. Bárki is legyen Géza bácsi, bármilyen Géza legyen. És bárhol legyen. Ne húzgáljátok a bajszát, mert ide hozza Géza bácsit. Itt fog állni a Norbi a stúdió előtt Géza bácsival, és nézhettek. Most akkor be akarja bizonyítani majd. Tegnap visszahívtuk a Facebookozóink közül a nyertest? Nem, és nem is baj, hogy nem hívtuk vissza, mert ha ma jön be a Zsuzsi, akkor alá is tudja írni majd a pólót, tehát ezért nem. De okos vagy te. Van a kamut, úristen, ránga szakadjon itt. De igaza van. Ránga szakadjon. Dedikált póló. És akkor visszamenőleg sorsolunk? Nem, akkor újra játszhatjuk az egész. Igen, mert hogy ez már egy olyan új nyeremény, akkor új játék. Nem. Millió jött egyébként, millió megoldás jött rá, nem is tudom egészen pontosan. Mennyire több ezer. Hát akkor valakire ráírunk majd, hogy ma meg lesz a pólója. Persze. Jó, mert ezt többen kérdezték, hogy ezt most akkor kisorsoltuk, vagy nem sorsoltuk, vagy most akkor mi a... Mi a? Lassú vízpartot most. Gyerekek, nálunk ezek lassan mennek, gyerekek, igen. Hát két hétig ígérjük, aztán majdnem kisorsoljuk, aztán megjönnek a mezek, aztán eltűnik, aztán sorsoljuk. Na de most micsoda mez lesz aláíratjuk. Aláírva. Így van. És ez? Csudás. Csodás lesz, igen. Csepeli gyorsforgalmi úton a Szabadkikötőnél a város felé hármas baleset, gyerekek, alakul a torlódás. Ott is vigyázzon mindenki. Na, hívjuk Király Gabit? Csörögjünk rá Király Gabira, mert hogy hazajött a magyar válogatott, elképesztő ünneplések közepette, érkeztek ők meg egyébként a Hősök terére, ahol hát rengetegen mentek ki magyar zászlóval a nyakukba, a kezükbe, és ünnepelték a sártokat. Betiláv Náksi rakoncaimi nézését meg a járását, minden volt, kérem szépen, hát minden volt, ami lehetett. Egy ilyen retro fesztivál. Vízsugárral köszöntötték ugye a srácokat még a repülőn. Ja, aztán ugye kiszálltak a kis egyenöltönyükbe, megérkeztek, és hát óriási szeretet fogadta őket. Joggal, hát mi is nagyon sokat beszéltünk róla. Egyébként ez hihetetlen, hogy van ugye ez a szóparti szám, ami gyakorlatilag így az EB-nek a himnuszává vált, hogy ez a dal, amikor annak idején bejött ugye a köztudom, amikor igazán ment, akkor ezeknek a játékosoknak a nagy része az még így totyogó, ilyen kis óvodás lehetett, vagy kisiskolás. Tehát, hogy ők még így bébik voltak jó formán. Ki a Gabit? Hát, már is 32. Dúdolta a dalt akkor is. Na, ha minden igaz, itt van velünk. Király Gábor, hello Gábor, jó reggel! Jó reggelt! Sűrű a nap, gondoljuk, ugye? Nyilatkozat hátán. Szétszednek nagyon? Hát igen, nagyon sűrű, de hát ez, én azt gondolom, ezzel jár. Hát ez ilyenkor ezzel jár. Na, hát nem is tudom, hol kezdjük. A friss hírekkel, vagy magával az EB-vel. Nagyon gratulálunk legelőször, ugye? Hát kitüntetés pontosan? Nem, még nem az EB-hez, várjál, még csak hozzád egyelőre. Igen. Szombathely díszpolgárává avattak, ha jól mondom?
Nem, én nem tudok erről nagyon semmit. Én is csak így a médiából hallok ilyen-olyan dolgokat, majd biztos szólnak, hogy lesz valami. Hát vagy lehet, hogy már megkaptad, csak még nem voltál ott, tudod, és igen, később igen. Be kell érte venni az önkormányzat. Nem volt korábban valami ráutaló tevékenység, hogy elhívtak, hogy mintát vegyenek a testrészeidről majd a később lovasszoborhoz, vagy valami? Igen, az olyan 50 évvel ezelőtt volt. Ja. Hogy van az ujjad? Azt hallottuk, hogy megsérült. Hogy vagy? Igen, hát kificamodott, ez ilyen kapus betegség, de ott a helyszínen egyből az akció után sikerült visszatenni, és köszönöm szépen, jól van, tehát az adrenalin ilyenkor dolgozik, akkor nem érzel fájdalmat. Tehát oda felszaladt a kis orvos, megrángatta, és te tovább védtél, ennyi, ugye? Nem, hát igazából én, tehát nem kellett az orvos. Ja, te magad raktad helyre. Igen. Hogy néz ki egy új helyre rakás? Rántasz rajta egyet, sziszedsz egyet, utána kirúgod a labdát? Ezt így kell elképzelni? Kis túlzása? Hát nem, ugye volt ez a védés, és ott egy kicsit rosszul nyúltam a labdába, és utána éreztem, hogy kicsit kificamodott az ujjam, visszatettem nem először, és utána ment tovább a játék, tehát nem is kértem ápolást, nem volt szükséges. Uh-huh. Tehát ez egy megszokott dolog nálad, hogy kicsit visszarakod az ujjad, és megy tovább a meccs. Figyelj, mi jutott hozzátok el abból, ami itt Magyarországon történt? Hát egy-két dolog azért eljutott, de mi ugye a játékkal és a munkánkkal foglalkoztunk. Mi azzal foglalkoztunk, hogy minél jobban teljesítjünk, minél jobban, minél gyorsabban regeneráljunk, és már készüljünk a következő mérkőzésre. Hallottuk természetesen a győzelem után, ugye ott a helyszínen, hogy örülnek a szurkolók, és hát ugye családtagok, barátok mondták, hogy Magyarországon fergeteges hangulat van. Úgyhogy, de mi ugyanúgy a munkánkkal próbáltuk, tehát a munkánkra próbáltunk koncentrálni, természetesen óriási erőt adott ez, hogy egy ország állt mögöttünk, de én úgy gondolom, hogy a srácok tettek is ezért. Hát hogy áll mindenki, persze, abszolút. Néztetek videókat, hogy vonulnak a meccsek után az emberek, hogy megállt a körúton a forgalom, hogy a villamos tetején álltak, buszmegállókban, autóutakon, villamos sínen. Mindenhol vonultak az emberek, ezeket ti láttátok? Igen, mindig volt valaki, aki esetleg képet vagy videót mutatott így a többieknek, hogy mi van Magyarországon. Ez plusz erőt adott nekünk, de lényegen nem változtatott, tehát a munkát azt meg kellett csinálni, és a teljesítményt ki kellett vinni a pályára. Tehát inkább én azt mondom, hogy mi nem tudtunk sajnos örülni annyira, mert jött a következő feladat. Tehát mi a feladatot láttuk mindig magunk előtt. Hát nyilván persze nem arról szólt, hogy utána pesgőzzetek minden meccs után, persze, csak hogy kíváncsiak vagyunk, hogy itt, amit mi generáltunk, már mint a szurkolók generáltak, és amit ti generáltatok, az ugye mennyire jutott el hozzátok, és mit éreztetek abból a szeretetből, ami hát egészen egyszerűen elképesztő volt, hogy itt tényleg mi történt az elmúlt két hétben. Milyen volt, amikor hazajöttetek? A fogadtatás. Nagyon jó érzés volt, de folyamatosan kint a szurkolók azért az utcákon, a stadionban éreztették azt, hogy csapat mellett állnak, és hát ugye amikor megérkeztünk, akkor is fergeteges dolog volt. Én azt gondolom, hogy azért az értékrendeket nem kell összetéveszteni, tehát itt egy országnak az öröméről van szó, amit természetesen mi is boldogan veszünk, de mi ettől nem lettünk jobb vagy rosszabb játékosok. Tehát egyszerűen az, hogy ahogy összefogott a csapat egy cél érdekében, ezt a közönség honorálta, és azt gondolom, hogy ez inkább az ország boldogságáról, öröméről szól, Ez az egész dolog. Hát csak jobbak lettetek az előző évek teljesítményéhez képest, azért ez egy menetelés volt. Tehát én most értem, hogy az ország euforikus állapotát nem tud belevonni a saját játékotokba, de hát valami történt veletek? Én szerintem a norvég mérkőzés előtt indult el egy olyan dolog, hogy mindenki észrevette azt, hogy mi a feladata. Mindenki átgondolta azt, hogy ő hogy tud hozzátenni a csapat munkájához, és mindent alárendelt. Most ez az utolsó 7 hét, amikor együtt voltunk 7 hétig egy felkészülésben, mindenki tolerálta a másikat, félretette az ügyes-bajos dolgait, és csak azt néztük, hogy sikeresek legyünk az EB-n. Tehát nem volt egy rossz hanga, vagy összeszólalkozás az edzőtáborba, jó hangulat volt, végig segítettük egymást, és ez a hangulat annyi pluszt adott még a pályán is, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni.
Itt hány szürke gatyád van egyébként? Mert hogy itt mindenki szürke gatyában szurkolt két hétig, és az ország szürke nadrágba vonult, és mindenki 40 fokban szürke melegítőben vonult, de elképesztő, nem tudom ezt hozzád mennyire jutott el, de otthon, tévé előtt, Facebookon mindenki posztolt képeket, mindenki mindig szürke nadrágban van. Van-e Kínában az Adidasnak egy olyan gépsor, ami csak neked gyártja? Ez tényleg komolyan kérdezik, hogy mekkora szettet viszel ki ilyenkor magaddal? Tehát van 3 darab, amit mosol, vagy van 30 darab, és mindig szürke, de mondjuk vadi új van rajtad. Hát én személy szerint ugye 3-at viszek ki, de viszont a szertárosoknál szintén van egy készlet, az szintén olyan 5-10 nadrágig terjed. Ugye itt figyelni kell arra, hogy több edzés is van, esetleg szétszakad egy-egy nadrág. Ugye a válogatott sportszer gyártója által gyártott nadrágot kell használni, tehát az is egy szabály, úgyhogy igazából ezért nekem volt egy speciális anyagból készített, egy nagyon vékony anyagból készített szürke nadrágom, amit az eső miatt és a meleg miatt is hasznosnak tartottam, hogy kivigyek az EB-re, és használjak. Tulajdonképpen miért és mikor akad be neked ez a dolog? Tehát, hogy valaki esetleg nem tudná, azért ez egy 1000 éves sztori nálad, tehát már évtizedek óta ebben a nadrágban, illetve nem ebben, de így Maci alsóban véd, hogy ez mikor akad be és miért? Hát ez 96-ban kezdődött, tehát 20 éve pontosan. Ez egy, gyorsan megpróbálom elrövidíteni a történetet, Szombathelyen indult, hogy akkor én NB1-be vettem már Szombathelyen, és volt egy ilyen malőr, hogy az egyik melegítő nadrágot nem mosták ki, és másnap következett a mérkőzés, és nem volt más, mint szürke nadrág, és onnantól kezdve megkezdtünk egy olyan sorozatot a haladással, azt hiszem 8-9 mérkőzésen veretlenek voltunk, és bebiztosítottuk magunkat az első osztályba, és én azt gondoltam, hogy na, ez szerencsét hozott ez a nadrág, akkor menjen tovább, és utána én Németországba is magammal vittem a Hertával. Első évben a Hertha bent maradt ugye az első osztályban, második évben bajnokok ligás helyezést értünk, bajnokok ligájába legjobb 16 közé mentünk, tehát folyamatosan fölfelé mutatott az ív. Utána ugye Premier Liga szintén, ott is védtem. Tehát ez folyamatosan ment, és amikor a Premier Ligába eljutottam, akkor azt mondtam, hogy most már 30 évesen nem akarok már változtatni, most már ez így marad, ebbe a pár évre, úgyhogy ez így alakult ki, úgyhogy én már 20 éve használom. Erre a pár évre az mennyi még? Hát még egy éves szerződésem van a haladással, de ugye én mindig a feladatot látom magam előtt, a munkát. Az, hogy most hány éves vagyok, az egy dolog. Kicsit a hajamon talán lehet látni, középen borotválom, azért egy kicsit hiányos, de igazából ezen kívül nagyon nem mutat az öregségre semmi. Természetesen a regenerációban azért nekem hosszabb időre van szüksége, mint mondjuk fiatalabb kollégáimnak, de ezt már 5 éve tolerálják az edzők, akár külföldön, akár Magyarországon, és minden edző azt tartja fontosnak, hogy a mérkőzésre legyek top formában, hiszen ott kell teljesíteni, de én ugyanúgy az edzéseken is ott vagyok, ugyanúgy dolgozom, tehát ugyanazzal a hozzáállással, nem tudom még, hogy meddig tudom ezt csinálni. Tehát akkor ezt még nem döntötted el, hogy akkor most lemondasz-e a válogatottságról, vagy nem? Ugye téged is a Gerát hozta kírbe, hogy ti még gondolkoztok azon, hogy hogyan tovább. Hát igen, azért a korunknál kifolyólag, illetve a korunk miatt azért nem mi vagyunk a jövő reménységei, a fiatal tehetségek. Tehát meglátjuk. Tehát ez is úgy volt, ez az EB, hogyha tudunk segíteni, meg ha tudunk teljesíteni, akkor abszolút megyünk és jövünk. Meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy alakul. Hát ebben a korban már ugye 40 év körül az ember már föl kell 2-3-szor pisilni, legalább be tud takarni a dzsudzsit, meg hogy meg tud nézni, hogy alszanak-e. Nem. Minden szobában leoltották-e a lámpát, nincs esetleg szézmukozás a paplan alatt, érte. Kicsit fontos, betakargatod őket, és utána visszamész aludni. Már én is tudom, 3-szor kellek éjszaka. Filctalpú legyen a papucsot, hogy ne zavarod a többieket a csoszogással. Figyelj, de egyébként a belga meccse már az elején láttad, hogy kicsit talán gond lehet, vagy máshogy játszotok, vagy baj van a taktikával, vagy a fiúk fáradtabbak. Tehát arra gondolok, hogy te a kapuból egyébként mennyire érzékeled azt, hogy ez most nem az a lendületű meccs, vagy nem az az energiájú meccs, mint ami volt előtte. Hát kapus.
kapusként rögtön ezt érzed, hiszen hátulról látod a csapatot, hátulról látod a 10 játékost, hogy milyen pozícióban vannak, és már az elején lehetett látni, hogy koncentrációban kicsit fáradtabbak vagyunk. 4 naponta voltak mérkőzések, utazás, ugye éjjel utazgattunk vissza mérkőzés után a bázisunkra, tehát utána regenerálás, másnap már készültünk a következő mérkőzésre, és ez azért hetekig nem olyan egyszerű. Igaz, a keret is nagyobb, tehát 23-an voltunk ugye a keretben, de visszatérve a kérdésedre, igen, látja az ember, próbál is segíteni hátulról, de amikor már látod azt, hogy nehezebb, mert mondjuk a játékosok koncentrálnak ugye a labdára, a pozícióra, az ellenfélre, utasításokra, stb., akkor már nem mindig szokott úgy működni, ezt lehetett látni. Hát sajnos ez így sikerült. Én azt gondolom, hogy ha még egyszer játszanánk a belgák ellen, azért biztos, hogy másabb lenne. Tehát lehet, hogy tudtuk volna játszani a korábbi játékunkat. Ez egyszerűen én azt gondolom, hogy a fáradtság számára lehet írni. Hát meg egy kiváló csapat azért, szóval nincs miért szégyenkeznetek, igen. Jött egy-két kérdés hozzád, Gabi, nem is egy-kettő, nagyon sok. Azt írja egy hallgató, hogy általános iskolában jártunk jó pár év különbséggel Gabival együtt. A kellemes fröccsagú Petya bácsi volt a tesi tanárunk. Mindig azt mondta nekünk, hogy Király Gabi is nálam kezdte, igaz, akkor még csatár volt. A kérdés az, hogy igaz, közel 20 éve várom a választ. Tehát, Áron kérdezi. Igaz vagy a csatárság? A Petya bácsi és az ő történet, illetve a csatárság, ez igaz? Te emlékszel? Petya bácsi tornatanárunk volt, és ugye én 5 éves koromban kezdtem el először focizni a haladásban, és annyira még pici voltam, hogy nem mertek a kapuba beállítani, hát ha a fiúk kicsit erősebben rúgnak, és esetleg valami történik a kezemmel, és én is kint játszottam mezőnyben, szeretek kint játszani, a mai napig, ha szükség van, akkor kint játszok, ez akkor szokott előfordulni, amikor 3 kapus van, és van egy játék, és mondjuk páratlan a csapat, akkor általában a kapusok felváltva be szoktak szállni a mezőnybe játszani. Tehát a mai napig szoktam én mezőnybe játszani, de életettem a voksomat a kapus szakma mellett. Na, akkor ez igaz, ez a történet, igen. Gábortól kérdezném, látott te a toulouse-i meccsen? Ott voltam a kapu mögött az első fél időben. Én láttalak, és örök élmény volt az összes védésed. Robi kérdezi. Mondd, hogy te is láttad. Természetesen, és vissza is integettem, ha jól emlékszem. Nagyon szimpatikus. Nagyon szimpatikus sorás volt. Figyelj, Bernstorff miben volt más, mint az előző edzők? Tehát hogy tudta ő, és nyilván már ugye ez a dárdai öröksége is részben, ha lehet örökségről beszélni néhány meccs után, de hogy miben tudott benneteket ő így összekapni, és ennyire egységbe kovácsolni, amit azért előtte hosszú éveken keresztül nem láttunk a válogatottnál? 18 évet töltöttem külföldön, és számomra ez nem volt új. Azt, hogy mindenkinek megvan a feladata, tehát senki nem nyúlt át a másik feje felett, hanem mindenkinek meg volt szabva a feladata, és ezt teljesítette. És ezt azt gondolom, hogy a norvég meccsen lehetett először látni, hogy mindenkinek saját magával kellett foglalkoznia, saját maga teljesítményét kellett minél jobban prezentálni. És ebből, hogy mindenki jól csinálta a dolgát, ebből jött össze a csapatmunka. Tehát erre igazából tudott ő ráerősíteni, vagy ezt hozta, igen, ki belőle. Igen. Mellette ugye a hozzáállás, tehát az a német féle mentalitás, hogy mindegy, hogy mi történt, a következő feladatra kell koncentrálni, amit én ugye megtanultam a pályafutásom alatt, de ugye páran a válogatottból még nem játszott a külföldi csapatokban, tehát ő nekik ez lehet, hogy újabb volt, de nagyon jól reagálta mindenki le, hiszen a csapat érdekében mindent meg kellett tenni. Nagyon szimpi a Pali, ugye mi nem ismerjük személyesen, de amilyen kisugárzása van, meg ahogy irányít benneteket, meg ahogy izgul, meg egyáltalán ahogy motivál, ugye, szóval szenzációs szerintem nagyon. Szimpatikusnak tűnik. Igen, meg ő nem nagyon szagolgatja magát, mint más néhet. Ez nagyon szimpatikus. Vagy nem szotyizik, és nem káromkodik, mint néhány előző elődje, aki Magyarországról. Vagy nem csulázik el a 11-et. Itt kell látni például a köpködni. Már ez ugye, igen, magyar edzői vonatkozásról szintén nagyon szimpatikus azért. Igen. Figyelj, egy melegítő gatyát nem kunyízhatunk el tőled véletlenül? Megmondom miért, mert van egy Zsuzsi mezünk, amit már kisorsoltunk, és hát egyszer meg vannak őrülve mindenféle EB csapatos relikviákért a hallgatók.
hallgatók, hogy egy ilyen kicsit szakadt, kicsit füves, kicsit belga izzadságos, kicsit begyűjtök, melegítőt nem tudsz valahogy hozzánk eljutatni? Az se baj, ha tényleg fűnyomok vannak rajta és használt. Hát ez... Beszélhetünk róla, átküldöm akkor a bankszámot. Tehát van a következő mondatom, hogy meg is vesszük. Tehát mindent a hallgatók, én állok nekik egy ilyen szürke melegítőt. Azért hogy adják? Egy hivatalos tanúsítványt is kérünk, mert hogy a legény foltok tőled származnak. Egyébként minél használtabb, minél füvesebb, ha van rajta igazi EB fű, nekünk annál jobb. Tehát még jobban örülnék nekik. Jó. Megnézem, hogy van-e ilyen. És akkor küldöm, jó? Jól van, oké. Okay. Na, hát... És egy 100 literes villanybojleret lenne. Az a Janinak kéne otthonra. Ugye, én látom az SMS falat, ha nem próbálunk ilyet szerezni, meglincselnek bennünket. Szóval itt érmes rajongók vannak, akik mindenféleképpen szeretnének egy ilyen szürke melegítő nadrágot. Jó. Jól van, Gabi, gratulálunk neked még egyszer az egész csapatnak. 9 után jön hozzánk a Gyugyi is, úgyhogy majd vele is beszélgetünk. Reméljük, mi még azért hosszú ideig láthatunk téged. Nem kiszorítva az utánpótlás, de bízunk benne, hogy azért még egy-két évig úgy döntesz, hogy maradsz és védesz a kapunkban, úgyhogy mi drukkolunk. Jó? Köszönöm szépen. Mennyi pihenőd van most, egy utolsó kérdések? Hát tegnap már kint voltam a haladás edzésén, még nem edzettem, de már a következő feladatot látom magam előtt, ugye kezdődik a bajnokság. Alapoznom most már nem kell, talán egy EB után, de ugye ugyanúgy vannak feladatok, ugyanúgy teljesíteni kell, és én már mikor felültünk a gépre Franciaországban, akkor én nekem már az volt a fejemben, hogy hogyan tudom szépen felépíteni a haladásnak, illetve a haladás érdekében, úgyhogy most ezen dolgozom. Ahogy említettétek az elején, nagyon sok média érdeklődés van, úgyhogy de én mindenképpen a munkámra szeretnék koncentrálni, hiszen ezt tudom a legjobban. Gabi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Reméljük, még sokáig látunk. Köszönjük szépen Király Gábornak. Köszi, ciao, hello. Mi végtelenül szerény, hát szimpatikus, ugye? Ja, hát úgy kell kicsalogatni belőle minden egyes mondatot, mert nagyon-nagyon kis szerény. Ja, mert ezek, hogy 20 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy kis ideig még jártam. Igen, nagyon helyes. Na, van egy szürke melegítőnk akkor. Nagyon jó. Magamnak kértem, ne nyaljátok be a gyakatoknak. Egy kicsit ezt elrakjuk, a gyerekem megöl, ha nem viszek az egész szürke melegítőt. Egy táska, érted? Gyerekek, tudjátok. Minden, innen, onnan, mindenhonnan kérünk. Lassan, hát jövőre megy egy gyerek iskolába, hát normálisan kell kinéznie. Miben fog védeni, ő is kapus akar lenni, miben fog védeni? 7:30 volt, pontosan 3 perccel jövünk Ákos hírei után. Egészen pontosan hello mindenkinek. Jó reggelt, Király Gáborral beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Nagyon szimpatikus, nagyon szerény, és hát zseni a halálosan, halálosan jó fel. Igen. Meg maga ugye a védések is. Hát tehát, és ahogy véd, de nagyon-nagyon kedves. És nagyon-nagyon szépen köszönjük tényleg a 40-eseknek a nevében, hogy bebizonyítottad Gábor, még van. Mi sérünk még falat. Van élet a B oldalon. Nem, ő él. Ja, igen, mindegy, adjuk. Van esély, gyerekek, a B oldalon is van esély. Hát azért ez Gabi megmutatta, igen, mint az EB. Aztán talán a legidősebb játékosa, ugye? Igen, tehát a Buffon is ott van az olaszoknál, de ő 38 körül van talán, ugye? Most ki is ejtették a spanyolokat, de Gabi a legidősebb. Legidősebb, és hát még ugyan beszélt arról, hogy nem is biztos, hogy visszavonul, és átadja a lehetőséget a fiataloknak. Hát és azért valljuk be őszintén, például, hogyha a magyar belgára gondolunk, hogyha ő nem olyan ihletett formában véd, akkor talán még csúnyább is lehetett volna a vége. Hát ő igen. Egyszerűen igen, abszolút is volt tényleg. Igen. Utálom már ezt a nemzeti foci imádatot, Erzsébet. Na. Benne van egyébként, benne van. Milyen soha egyre többen nem értem, hogy miért, de lázadnak, hogy ez most mennyire rossz, meg milyen fárasztó, meg milyen unalmas. Még egy hét szerintem. Egy hét bírjátok ki. Jó volt ez. Meg olyan sűrűn, olyan gyakran nincsenek sajnos sportsikerek ebben a sportágban, magyar vonatkozásban egyelőre. Hát aztán lehet, hogy most elkezdődött valami tényleg, hogy ezt azért nagyon kellene fájlalni. Ki lehet bírni, hogy 2-4 évente. Azt láttátok, hogy ahogy a Ben Storkkal készítő hölgy megköszönve Ben Storknak az egész
plusz ebét, átadott egy bögrét. Azt bizony, hát ezt én mondtam is, hogy lement de miért? Lement a sztori. Nem érte. Ben Stork az interjú előtt jelezte, hogy megszomjazott, vagy valami, vagy eltört az övé, vagy elkavarott valamit. Rettenetesen szürreális volt. Rettenetesen szürreális volt, ezt ugye te is mondtad, hogy megköszönve egyébként, amit okozott ő a magyar nemzetnek és Magyarországnak, fogadja sok szeretettel ezt a bögrét. Igazán nagy lelki ajándék. Egy bögrét. Ez szerintem ez kor. Figyeljetek, én kikockáztam az átadást, igen? Így szépen lassan, mert arra voltam kíváncsi, hogy mit tud a bögre. Hogy beszéle, hogy mit csinál. Na most azon maga a kapitány képe van. Tehát ez az, amikor így beszaladsz a plázába, és akkor mondjuk én megleplek téged, Jani, a szülinapodra egy Janics bögrével, vagy egy Ferissel. Érted? Tehát ő egy olyan bögrét kapott, amin ő maga van rajta. Egy kicsit egy ilyen elhomályosult képpel, ahogy a bögrenyomó, nem tudom ki, lehet, hogy megcsúszott, ahogy sikerült, és gondolom az van rajta, hogy köszönjük, Stork úr, vagy nem tudom. Na de várj, ez a riporter... Benne van a szerződésével, tehát hogy ez a premizálás. Tehát a riporter úgy adta át, hogy van egy pozitív meglepetésem az ön számára, szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit ezzel a csodálatos csapattal tett, és az országos nemzete fogadja sok szeretettel ezt a bögrét. A magyar válogatott gólyostólag sajnos már elfogytak, fogadjon el egy bögrét, amin ön van. Most csináltattam. Nem volt drága, 6 euró. Az eszed megáll. Tehát most nyilván nem arra gondolsz, hogy adjon át, nem tudom mit. De ne adjon semmit akkor. Egy tesztaróza kulcsát, vagy egy Lamborghinit, vagy nem tudom mit, egy 458 Itáliát. De hogy? Ha nem menjen már üres kézzel az a jó ember, nem? Már annyit tettél. És ezt már vajon kivitték? Tehát, hogy ez már itthon megszületett az ötlet, érted? Vagy ott született meg kint. Én nem hiszem, hogy ez egy spontán ötlet, hogy annyira jó fel volt érted. De egyébként a Pari annyira profi reagálja le, és annyira jó, és annyira szenzációs, ahol egyébként megfogja a bögrét, nem rökönyödik meg, nem esik ki a szerepből, továbbadja a csapatnak, köszönöm, de nem nekem, de odaadom a csapatnak, azonnal lepasszolja. És halálosan jól egyébként. Tehát, hogy kitűnően kommunikálja ezt a dolgot, hogy egy pillanatra se akad meg, hogy hát köszönöm szépen. Fura, hogy 3 millióan néztétek, érted, minden este a meccseket, sosem volt ilyen nézettsége, vagy nagyon régen. Fura ország, fura az emberek. Hát mindegy, itt valaki ezt szokás. Először dolgozok. Ha csinálsz valamit bögrét, biztos, hogy így szokták. Vajon később megbánta, hogy de hülye vagyok, miért adtam oda? Tehát ő utána volt egy ilyen pillanat, hogy miért adtam oda azt a bögrét, meg kellett volna tartanom. Nem, mert ez volt a legemlékezetesebb pillanata. Hogy de jól néz neki itt a kandalló fölött, vagy mi jár az eszébe? Ez lehet, hogy tényleg ez volt a B-terv, mert mit tudom, az A terv az volt, hogy átnyújt neki egy tál velős csontot pirítossal, meg újhagymával, de hogy ez most éppen kifigyel. És hallani az átadásnál, hogy röhög a tolmács. Tehát a szinkron tolmács hangosan fölröhög. Fölröhög, hogy ez nonsens. Ez egy nonsens. Fogadja szeretettel ezt a bögrét. Ez egy fogadás volt, amit elvesztett a riporter. Szerintem is ez annak a következménye, tehát más nem. Én láttam ezt élőben, pont mikor ön nyilatkozott, én se hittem el. Tehát, hogy mindenre számítasz, csak erre nem. De senki nem volt, aki azt mondja, hogy ne, gyerekek, akkor inkább ne adjunk hát semmit. Vagy azt mondták, nem. Hogy nagyon jó ötlet, arra fécsőzöm. Nem, most az MTV nyilatkozott, és azt mondta, hogy ez a riporter magánakciója volt, tehát ez nem az MTV-á hivatalosan. Elhatárolódtak tőle? Azonnal. Magára hagyták. Azonnal elengedték. Edd meg, amit főztél, aranyanyám. De ír egy internetes portál, nagyon jó, jobb ötlet nem volt, esetleg egy üres CD. Bármit vett nem rá. Nem tudjuk, tehát, milyen zenét szeret. Egy ilyet nem mersz átadni, tényleg. Egy céges buli sem mersz átadni nem, ilyet. Nem, ez gagyi. Tehát egy bögrét nem adsz oda. Mert azt mondod, hogy ez körülbelül 60 forintba kerül egy ilyen ajándéksobba. De azt mondta az MTV egyébként, hogy ennek előzménye volt, mert hogy ez a stáb ezzel a riporter hölgyel már vett neki valamikor egy bögrét, és hogy ezt most újra átadták, vagy odaadták, vagy tehát, hogy még egy bögrét kapott maga. Már korábban vettek is egy egész stáb. Igen. Egy tehát az a cél, hogy meglegyen a 6-os készlet, aha, vagy mi? Egy 6-os bögre készlet, vagy hogy? Nem. Azonnal kell csináltatnunk valahol egy dzsudzsákos bögrét. Gyorsan csináljuk. 9-re meg vagy, Viki. Én megiszom a kávémat, és adjunk a dzsudzsinak, mi is egy de bögrét. Hát tudjuk valahogy, vagy nem tudom, hogy valami itt le lehet így ízélni, így kasírozni, vagy én nem tudom, micsoda egy dzsudzsák képet gyorsan. Nem, hallgass meg, hogy rög a szinkron tolmács, figyeld. Várja, nagyon jó, Alpány. Hát ez ennyi sajnos pedig. Fiat. Szeretnénk köszönetet mondani. Mindazért, amit nem tudom, miért ha. Így röhög a szinkrontolmács, ez az ő röhögése volt, mikor meglátta, hogy átadták a bögrét. A Pali nagyon zseniálisan reagálja le. Egyébként kiváló.
Egyébként kiváló. Abban, tehát annyira jól csinálja, köszönöm, egy pillanatnyi megrökönyödés sincsen benne. De akkor most már ne hagyják abba. Akkor most már minden riporter adjon minden riportalanynak egy bögrét a közeljövő. Tehát bármikor, amikor az MTV közvetít bármilyen sporteseményről, és csinálnak bárkivel egy interjút, az kapjon egy bögrét a saját képével. Illetve csináljunk ezt, hogy bárkit meghívunk ide a stúdióba, a vendégnek mindig mi is adunk egy bögrét. Jó. Amelyről van rajta. Nem, egy morning show-s bögrét. Csak úgy, ajándékba. Adunk egy bögrét. Megköszönve, hogy eljött. Te Gyugyi már ma tőlünk kap egy bögrét. Aha, az nem túl drága? Az is igaz, mert az már brandingel. Nem tudunk neki valami olyasmit adni, amit ő hozott? De várj, de a mezét visszaadjuk. Tényleg, fogadj, szeretettel egy valódi Gyugyi. De nem lehet, hogy a riporter hölgynek egyébként van egy saját grafikai stúdiója, vagy ilyen merchandisinggal foglalkozik, vagy van egy bögre boltja? Tehát, hogy nem lehet, hogy ő ez finoman reklám. Hátulról elindult egy ilyen kis reklámmal? Ez nem lehet? Hát, nem, szerintem akkor úgy adta volna át, hogy látszódjon a kamerába, hogy www.bögre.eu. akármi. Na, virág, BT. De mondom, az MTV-n nyilatkozta, hogy ez a riporter hölgy saját akciója volt. Mert hogy ő már adott régebben egy bögrét. Akkor is értetett. TVA. Amit elolvastam, igen, neki már volt valami bögrésztoria ezzel a történettel, adott már egyet, és most ezt folytatta. Mindenesetre szerettük. Igen, azért ez nagyon. Egyiket is hallgatunk írja, hogy 10 bögrét adtok, picit más a sztori. Tehát, hogy ajándékcsomag részeként, és egy játék nyereményeként adunk egy morning show-s ajándékcsomagot, aminek az egyik eleme tényleg. De mi szerettük, Lehetett volna egyébként más alternatíva? Tehát, hogy mit tudom én? Kozó CD? Hát nem, itt egy vagdathúsos szendvics, hogy valami ilyesmi, megéhezett, érted, egy korty vizet, vagy akármi, megtörölhet a magam lokát, stb. Igen. Van egy kis pecsét, ha megengedi, akkor gyorsan lesikálnám. Egy kupa zsírt kellett volna adni, azt írja valaki. Na jól van, játszunk a kérdés, mit mond Dóra? Hogy a valós bocaiz? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjél a német. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok, Bianca vagyok. Szia, Bianca! Bianca! Hello, Bianca! Hello, honnan hívtál minket? Székesfehérvár mellől. Na, és mit csinálsz ott? Van egy kreatív stúdióm, és jó korán be kell jönni, hogy ugye megalapozzam a napot a többieknek, és általában morning show-ra kelek, úgyhogy nem 6-kor mondjuk, de 6 után, és az egyetlen mencsvárom, ami kiránt az ágyból, úgyhogy... Figyelj, ez a Székesfehérvár mellől, ez egy település, vagy pedig ott állsz a település határjelző táblánál. Soha nem értem, hogy miért nem mondják be a településnek a nevét. Mert fél, hogy nem tudjuk, hogy mi a kis település. Nem tudjátok, hogy Bodajk, nem tudom, hogy mennyire. Hallottuk Bodajk nevét. Bodajkról hallottunk azt. Igen. És saját stúdiód van tényleg? Igen, egy kreatív stúdióm. Nem én küldtem a bögrét egyébként. Igen. Akkor inkább mondanánk, hogy változtass pályát. Mi szerettük ezt kreatív. A bögrésztorit. És milyen az élet Bodajkon, jó? Nyugodt. Ilyen napsütéses a reggel, ilyen madárcsicsergős, vannak hangos szomszédok, de egyébként nagyon jól el lehet lenni. Mikor hangosak, nappal vagy éjszaka? Éjszaka? Na. És olyan hangok akkor éjszaka, amit az ember gondol egy éjszakai hangos szomszédnál? Igen, olyan oldalról jön, egyébként föntről az idősebbek is, tehát igazából itt mindenki zajol. És éjszaka? Hát, végül is a fiatalon tart. És mit csinálnak? Szerintem bottal kopognak. Hát a fiatalok ugye ezt tudjuk, mit csinálnak, de igazából itt nem tudom. Hát az idősek akkor azért kopognak, mert a fiatalok csinálják. Mert a fiatalok ugye? hangosan szexelnek. Nem, felváltva csinálják egyébként. Aha. Nem lehet, hogy ugyanonnan jön a hang is, meg a kopogás is? Tehát, hogy kicsit én kopognak, arrébb mennek a lakásba, megint szexelnek egy picit, megint arrébb kipegnek. Tehát, hogy egy a hangforrása. Arra ébredünk, hogy így a tévét nézik, és akkor tudod, így sréjem felhalasztódik, hogy valamit néznek, és akkor beletenne, hogy melyik csatornát nézik körülbelül. Hát... A fővállalkozó valószínűleg kisporolt a hangszigetelést a falakból. És volt már olyan, hogy kiraktál a lépcsőházba egy ilyen feliratot, vagy szöveget, hogy kedves lakottárs, akinek gyulladt az ormandulája, tudnék ajánlani egy. Igen. Kérem, halkabban szexeljenek. Nem írtál még ki semmit?
gondolkoztam rajta egyébként, hogy a főbejárathozzak, akkor szépen így megcímezze mindenkinek. Tehát akkor egy listát írok, de akkor mindenkinek. Uh-huh. Igen, hogy aludjanak már éjszaka, ne zajogjanak. Igen, hogy peckelt ki a száján. Valamit csinálj, barátnő, de nagyon, nagyon visít. Jó van, figyelj, válasszál akkor, Bianca, mit szeretnél? Szerintem szólásmondás lesz. Na, ilyen bátor vagy tényleg? Meglátjuk, igen. Na, hát abban péntekre szokták hagyni a játékosaink. Azt nézem monitoromon, nem annyira nehéz. Akkor jó, akkor mehet. Jó, na figyelj, indítjuk az órát, jó? Jó. Bögrét adunk mi is, csak mondom. De nem te vagy rajta. Igen. Na figyelj, indul az óram, így szól. Devnes, Rámas, Degne, Soko. Ajajajajajaj. Még mondtam, jó, hogy nem nehéz. Mutatom még egyszer. Devnes, Rámas, Degne, Soko. Okos. Na. Az utas uh-huh. előtt itt van értettem. Hát ha három szó megvan belőle, akkor... Degne. Mi lehet? Sies? Okos? Degne? Degne. Enged. Jó, okos, enged szavát. Itt utolsó utáni pillanat. Kis segítséggel. Jól van. Okos enged szamár szenvedi. Igen, nem volt annyira könnyű, mint amennyi én. Igen, titeket jobban lehet hallani, de ez sem volt rossz. Szerintem csak a stressz. Igen. Ha jól van, megvan a bögréd. Ó, oh, köszönöm szépen. Az ajándékcsomag, amiben van bögré is, ha minden igaz. Jó, küldjük neked, Bianca. Ó, nagyon szépen köszönöm. Megalapoztátok a jó kedvemet. Na, látod. Örülünk. Egyébként azt mondod a beszélgetésen, hogy bemész megalapozni a többiek jó kedvét. Mit csinálsz? Fejen állva fogadod őket? Ah, igen. Forró teát főzöl nekik? Énekelsz? Nem, vagy együtt jogáztok reggel? Nem, lefőzöm korán reggel. Hát jogázni, ez jó lenne egyébként. Lefőzöm a kávét, amikor hozok be sütit. Nem tudom, ilyen kis apróságot, gyorsan letörölgetek. Nem kéne nekünk egy ilyen? Gyere már el hozzánk dolgozni egy kicsit ilyen szakmai gyakorlatra. Kis sütiket, jó, kis kávé. Jó, megalapozom a reggeliteket is. Ha már valaki kiporszívózna ebben az épületben. Nekünk már kevés elég. De téged véletlenül is erre használnánk, de egy jó süti, egy jó kávé, hát az mindenféleképpen bevők vagyunk rá. De én imádok sütni, úgyhogy nem hiszem, hogy van. Jó, kis figyelmes vagy? Ilyen kis figyelmes vagy, vagy pedig te vagy a legkevésbé kreatív a csapatból, és így kompenzál. Így próbálod ott tartani az alkalmazottakat. Ja, aki nem tudja, tanítja. De egyébként nem, imádják a sütit, és valahogy rászoktattam őket, úgyhogy igazából megmaradt ez a nagy szokás. De ilyenkor jobb kedvük van. Tehát és jobb a heti kettő van, vagy mi? Sütiből? Aha. Hát mikor, mennyire vagyok fáradt? És mi a kedvenc? Mi az, ami nagyon jól megy? Az ilyen krémesebb sütik. Azt szoktam variálni ilyen pudinggal, meg habos süti, meg mindenféle kávés süti. Ez jól hangzik. Az jó. Ez jól hangzik. Na jól van. Géza bácsi mennyit fogyott? Noibi. Géza bácsi 160 kilót lefogyott, ez egy reklám, amire Jani utal. Oké, Bianca, elengedünk, puszilunk. Köszönjük. Puszi nektek. Ciao. Hello. Bazsa írta, Bianca, te is zajongsz éjszaka. Hála Istennek. Legalább valami történik az életben. Egy percen pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Szerda van, talán a legnehezebb nap a héten. De ami jó hír, az az időjárással kapcsolatos, jön vissza a meleg. Kicsit fújtunk egyet, mindenki kiszellőztette a lakást, lehűlt a panel, lehűlt a tégla, most az agyag, a vályog, bármiből is van, a lakásodok, a házatok, a fémkonténer, és most újra melegedik az idő, napról napra egyre melegebb lesz, de szerencsések vagyunk, az a nagyon hosszú ideig tartó hőhullám, ami mondjuk volt tavaly nyáron, az nem lesz. Ilyen pár napig tartó meleg, aztán egy hidegfront, vasárnap újra egy kicsit hűl az idő, úgyhogy addig tessék napozni és élvezni a meleget, mert vasárnap jön a hidegfront. Sajnos nekünk Ferivel más tartós hőhullámaink vannak, ugye a változó korból kifolylag, tehát minket igazából ez most már nem hozza valamit. Igaz tényleg ez a 3x4-szeri pisilés éjszaka, ez igaz? Igen, és abból kétszer fel is ébredek.
Tudok adni pelenkát nálam, még nagyon sok van az a gyerek miatt. Életileg talán. Életileg egy ilyen 4-es, 9-től 18-ig valahogy rátkötjük, vagy 16-től. Mi lepődően alszok már hónapok. De most komolyan kérdezem, tehát van benne valami? Ez a B oldal egyik nagy közszeje, hogy már kétszer-háromszor fölkezd, ugye Király Gabival is ezzel vicceltünk. Van ilyen, hogy azért úgy már kettőkor azért kicsoszogsz a kis papucskádban? Na, én már nem merek leszekedni, tudod? Az van, hogy ma én fél háromkor tényleg felkeltem és kicsoszogtam. Ezt mondom. Inkább már ráülsz, mert nem tudod, hogy hogy alakul a dolog, ha nagyobb jön, akkor ne legyen majd. Kicsit alszol a budin. Van ilyen, hogy elszenderedsz? Persze. Hát van ez a mondás, hogy nem is férfi az, aki közben nem bukizik egy. Hát az biztos egyébként, igen. Na jó, van, szóval igazak akkor a nagy sztereotípiák. Van alapja a híreszteléseknek. Léci, rakjátok bele Király Gabit a Best of-ba. Nem maradtam róla, nagyon tisztelni való példaértékű ember. Büszkeség, köszi Zoli. De jó fel. Az, gyerekek, Zoli. Amit szeretnétek. Ez bármit. A műsor értetek van. Anna, Király Gabit a Best of-ba. Kész. El is van intézve. Mert megvágta. Ennyire élünk már együtt a hallgatóinkkal, hogy már ott van. Még valakinek valamit? mit tehetünk még? Mit tehetünk még, értetek? Írjátok meg, mit szeretnétek. Amit tudunk elintézni. Zsuzsit adásba, meg lesz. Így van. Igen, hívjátok meg Zsuzsit. Oké, gyerekek, jó, oké, 9 óra után. Tisztel a bázi Csaba. Megvan. Ott van. Mit szeretnétek még? Ezt akartátok, megkapjátok. Hát csinálhatnánk egy ilyen elintézünk adást. Egy órát, kettőt. Egyszer volt jó. Egy ilyen, azt jó. Hiszem. Ha úgy gondolod, hogy meg tudjuk oldani, aztán nem tudjuk. Össze vagy veszve, hív föl, hiányzik az anyád, mondd el, üzenni szeretnék, átadjuk, elmondjuk. Így van. Egy ilyen nagyon klasszik, nagyon nagy rádiós közhelyadást, tudod, amikor a műsorvezető elintézi azt, amit a hallgatók kérnek tőle. Nem csinálunk egy ilyet? Na, majd csak nyár van. Olvasunk, de amit el tudunk intézni, érted? Jó. Uborka szezonban úgy sincs olyan sok téma, egy napot szentelhetnénk egy ilyen, Bali Feri Jani megoldja, elintézi, amit tudunk nyilván, hát most nem kevesebb legyen a benzinára, meg nem tudom, nem ilyet, hanem amiről úgy gondoljátok, hogy elintézhetünk, küldjetek el egy telefonszámot, valamit fölhívjuk, megpróbáljuk vele megbeszélni. Nagyon jó. Nagyon elkérünk jó. A főnököttől, elmagyarázzuk neki, hogy miért nem mentél be, kimagyarázzuk, ha megcsaltad a párodat, mi elintézünk neked mindent. Nem csinálunk egy ilyen? Dehogy nem. Bali Feri Jani elintézi? Szerintem meg tudjuk oldani. Meg tudjuk oldani, szerintem hallani akadok százszor egy Rihannát. Mi lesz a specialitásod? Mi az, amit te vállalsz föl? Berakja ezredszerre a halott pénzt. Berakja. 9 után leadja háromszor a halott pénzt. Nem, föladom helyettetek a csekkeket a postán. Nem lehet ilyen jó. Bejön valaki, behozza a csekkeket, odaadja a pénzt, feladom neki, ez összesen. Ez neked öröm, nagyon nem szúrnak ki veled. Hát különben nem. Most én is sajátommal kell menni, hogy alig várod, hogy jöjjenek a csekkek, hogy feladhassz. Leszek egy kicsit az ügyintézőtök. Csak mondom, ha bemész a postára, készülj föl, hogy elfogytak az üzenőkártyák, meg a képeslapok, meg minden, le vannak pucolva a standok. De miért? Mindenki küld mindenki nyárra. Mindenki nyára üzen. Jó vagyok, nyaralok. Üzen Brüsszelnek. Még valami képeslapot senki nem ír már. Ne, észrevettem, mert én is nagy postára járó vagyok, hogy ugye bemész a postára, és ott vannak ezek a standok, hogy ilyen kis állványok, oszlopok, amit megpörgetsz, és addig nézegeted, amíg sorra nem kerülsz. Vagy amíg el nem szédülsz. Na, ezeket lefosztották. Eltűnt minden, nincsen semmi, teljesen üresen ott áldogálnak, magukra hagyva ezek a kis, oszlopok. Képest, én nem tudom. Vagy kifogyott, és már nem is töltik újra, hogy valószínűleg itt valami ilyen beszállítási probléma. Hát mi a gyereknek nem ír a nyári táborból? Hát te, nem. Aha, van telefon. Pedig az annyira feelinges. Na de jó, oké. Okay. Vannak még otthon ilyen képeslapjaink. Anyukám eltett egy párat, amiket küldtem így Balatonra. Hát elég tanulságosak. Nagyon sok mondani valam nem volt, amikor írtam őket, az is biztos. Irigykedem erre a gyerek a nyári táborban történetre, úgyhogy ezt nem mondogass, mert ez nagyon jól hangzik, de nekem ez még fényévekre van. Most felvettem a Beninek, hogy menjen el egy táborba, ami nem ott alvós. És nem? Megvető pillantásokkal. Mikor lehetek veled is, apa? Megvető pillantásokkal nézett el végig. És de három programot sorolt, amit megígértem neki, hogy mi lesz azokkal. És akkor éreztem, ezért hogy nem kell ígérgetni. De te beígértem, hogy a tudsz öcskét fogni, pókot, hangyássűnt, tevegelni. Egy anakondával alszol. Te mit egy új bolzolit akarsz nevelni abból a gyerekben? Nem hiszed, hogy mennyire rá van kattanva az állatokra. Tehát elképesztő. Mondd azt neki, hogy megígért három dolgot, akkor tudod csak teljesíteni, ha elmegy a táborba. Elmegy egy táborból, megtanul kötni. Mert ilyen tábor tanult. Ott azért már érződik egy picit, hogy mindegy, hogy hívja, csak menjen már az a gyerek egy két hétre. De ez nem ott alvos sajnos, illetve ez ilyen reggelbe adod este. Sziasztok, Isten hozott mindenkit a makramé táborban. Csoda, hogy nem akar menni többet a gyerek. De nem akar. Jövő héten kitör a szünet, és azt számoltam, hogy valamikor augusztusban tudom majd beadni. Egy idegen óvodában, remélem nem veszi észre, hogy lesznek a barátra is. Négy évig bent lakásos. Aztán hazajött hétvégén. Találtuk egy vadidegen óvodát, Török Bálintot, tök jobb. Szerintem egy napig nem veszi észre, ez nem az ő húja. Apu, hol a Roland? Igen.
Szóval azért az nagy szakkör lesz. Nagy szakkör lesz. Már be vannak táblázva. Meg vannak táblázva a dolgok. Tessék? Szabadság. Hát, hogy hova rakod, nem? Van bizony. Ugye, hát erről sokat beszéltünk. Be fogod keretesztetni az első képes lapot, mit majd küld leléről. Kedves apa, nagyon fura itt minden. Nincs külön bidé, és hiányzik a monogramos evőeszköz készletem. Jó, figyelj, 7 éves, most még azért megértem. De ez jó, mert ugyanakkor meg ragaszkodik hozzánk. Tehát ez valahogy jó. Nem igaztad magad ez. De tényleg, azt megvonná a vállát, és elmenne három hétre, mit tudom, nem tudom, vitorlástáborba, vagy focitáborba, úgyhogy ott alszik három hétig. Akkor azon aggódnék, hogy hogy így elmegy a gyerek, és hátra se néz, felszáll a buszra, és elmegy. Akkor meg tudod, mi lesz, elmegy a vitorlástáborba, és állandóan mindig a jelentéseket, az időjárás jelentéseket fogod bújni, hogy lesz-e vihar. Isten, történt-e valami a Balatonon? Úgy hallottam, hogy iszik ez az edzőbá. Neked egy kicsit megy a virág nagyon táborban, nem? Vagy megy? El tudtad? Nem. Ilyen hosszabb időre nem. De ő már az elég önálló, tehát ami a saját kis programjait. Ő ott már önálló mond nemet. Tehát, hogy ő gyakorlatilag bármit felvetünk neki, akkor ő ezt elmondta. Azt mondja, hogy nem? Persze, és akkor nem. És mi? Otthon van? Jól érzi maga, igen. Este is? Uh-huh. Aztán nem, este kifejezetten elküldjük otthonra. Igen. Menj ki a térre, kicsim. Menjél bóglásszál, itt van egy kis, hogy hívják. Menj ki a térre. Nem, a Soma most volt egy 3 naposban, és ő maga vetette föl, mondjuk én egy hetesbe küldtem volna nyilván. De. Apa, legyen csak 3 nap, hát ha ennyire erőszakos vagy, akkor nem lesz szívem. Legyen 3 nap. Ők járnak karatézni így délután az óvodában, és a haverjaival jöttek haza, illetve ő jött haza, hogy ő megy nyári táborba. Hát mondom, nem lesz ez korai. Mondtad, hol kell befizetni, kisfiam, hol kell befizetni. Nem, egy picit így föltettem egy ilyen kérdést, nem lesz ez korai, meg nem fogsz majd sírni. Reménykedtében, hogy azt mondja, hogy nem, de akkor már nem volt a szobában. Hát nem, akkor már én elutaltam a pénzt, hogy mehet a gyerek, és tök jó érezték magukat, meg volt 3 napot, úgyhogy jövőre már az egy hét ez lesz. Ez nagyon sonikán. Jó, így kell szocializálni a gyereket, tényleg. Én is izgultam nyilván, ott volt a karate néni, akit föl lehetett hívni, hogy mi van a gyerekkel, nagyon nem kerestük. Hát, szakértelem megvan. Karate néni. Nagyon jó, edző néni, karate néni. Azt én tudom, néni, csak hogy jó a néni. Nagyon jó. Erős. Erős? Aha, ott, szerintem ott nincs olyan, hogy nem vagy rendes otthon. Tehát, ha érted, mire gondolok. Az jó. Én nekem ezt nem sikerült átudnom, úgyhogy várom a táborba a csalogató tippeket. Na, jövőre. Jövőre. Meg kell zsarolni. Mi is ott leszünk. Ez, én is ebben hiszek. Hogy mi is ott leszünk. Aztán nem. Nem tudom, hogy ez neki jó hír vagy. Ott lesznek a barátaid. Végsem. Apa, hol vannak? Csak viccelt, sehol. De hát adtunk telefonszámot. Ja, hát 30-as, nem, hogy bocsánat. És a gyerek ott áll egy hétig a tábor ajtajában, és várja az itt meg a barátaim. És valaki megőrül egy másik számon. 1000-szer mondtam, már nem sebestje lakás. Valami csinálunk szinkronúszó tábort, hozd a Benit, Csabi. Aha, inkább a halál. Akkor inkább legyen otthon a gyerek egész nyár. Egész, sehol nem menjen, ne járjon iskolába, se sem. Szinkronúszó táborban nem adjuk. Hazajönne, tudod, ilyen, hogy egy picit összeszűkült ornyereggel a sok csipeszezéstől. És persze. Picit nőjesebbek lennének a mozdulatai. Igen, és piccelve mennek ki a konyhába, hogy ki is a hűtőszekrény. lehet, hogy rosszul esne. Na jó van. Oké. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, van-e valami. Azt nézem, hogy nincsen semmi. Legalábbis egy-két trafi van csak. Beolvassam azért? Hát szerintem a... Ugye, ha már elküldték, természetesen. Elintézzük ezt is. Szóval nem. A gyerekek, hát ilyen lassú a gépem, nem tudok mit csinálni. Hát... Ha nem neked kell csinálni. Megmagyaró még nem utalt pénzt új gépekre. De ez a megmagyaró, hogy nem akar utalni semmit, mert nem jó még a gépem. Trafi az M3-osan Budapest felé a 214-es kilométernél a benzinkútnál, valamint az M5-ös pályán Szeged felé a 29 és a 30-as kilométerkő között 2 személyautó és 1 kamion ütközött, alakul a dugó. Lompos küldte nekünk. Budapest felé, nyilván Budapest felé, az M3-oson a Kámaházi pihenőnél van egy trafink, és baleset a 4-es úton a 221-es kilométernél Debrecennél Hajdúszoboszló felé, teljes útzár van, ezt pedig Rolcsi küldte. Köszönjük szépen. Ha már ennyit sportozok, van egy nagyon jó kis sztori, amit olvastam valamelyik nap, és a Balázs valószínűleg jobban képben van ebben a történetben. Egy Marcus Willis nevű emberkéről van szó, aki Roger Federer következő ellenfele lesz Wimbledonban. Ez megvan a sztori, hogy aki mi ő. Nincs. Hát egyszerűen szenzációs a csávó, ugye azt kell róla tudni, hogy egy 25 éves teniszező, akit a barátja
a testalkat alapján csak Cartmannek becéznek, a South Park szereplő alapján. Jó. Egy olyan figura, aki hát egy nagy természetű emberkéről van szó, aki nagyon szeretett élni, és hát kicsit kevesebbet teniszezett, mint amit kellett volna teniszezni ahhoz képest, hogy mennyire tehetséges volt. És ő már vissza akart vonulni. Februárban volt az utolsó tornája, valami Future tornán indult, és keresett is vele kőkemény $65. Nagyon megérte. És mondta, hogy hát akkor jó lenne ezt a dolgot most itt befejezni. Aztán a barátnőjének az unszolására mégis elindult a wimbledoni egy kvalifikációs tornán, ahol aztán 3 meccset nyert meg zsinórban, utána Wimbledonban megint 3-at, és most ott tart, hogy Roger Federer fog játszani a főtáblán. Tehát egy ős tehetség a csávó, csak nem érdekelte el itt az idejét, a gambulista. Tehát, hogy kb. Erről van szó. Igen, most feljutott a főtáblára, ugye selejtezőt kell játszanod, vagy hát ilyen felhozót. Fent van a főtáblán, és Roger az ellenfele. De már tényleg, amit Jani is van, vissza akart vonulni, abba akarta hagyni. $65 keresett a februári tornán, az, amin volt utoljára. Tehát, hogy most már Wimbledonban keresett valami $60,000, tehát ahhoz képest ez egy elég nagy előrelépés. De hát így mondta, hogy hát $65, nem is olyan rossz, de akkor talán valami mással kéne foglalkozni, inkább pizza futár leszek, vagy ilyesmi. Igen, és ma azt hiszem, ma vagy holnap játszik Rogerrel. Az mondjuk azért nem rossz. És azt mondta a Roger, hogy ő talán még nem is játszott olyan játékos, aki ennyire lent lenne a világranglistán. Azt mondja, hogy nem, hogy valahol ennél alacsonyabbra rangsorolt játékos lett volna az ellenfele. Na, majd megugrik, most a Rozsét megveri. De mondta, hogy ez ilyen sztorikra van szüksége egyébként a sportágnak. Igen, az egy kicsit régi módi teniszt játszik a fiú, de nagyon szívesen játszik majd be. És a döntőig még sok ilyen ellenfelet szerint. Jó, helyes történet, én is olvastam. Ma este vannak valamikor 7 órára kiírva, azt hiszem. Hát és ugye, ha Rogerre játszik, akkor valószínű, hogy centerre játszol. Tehát azért az is egy nagy élmény lehet, hogy életedben először, és valószínű utoljára egyébként a center pályán lépsz. Pályára, ugye Rogert mindig a centerre rakják, tehát azért az is nagy dolog lehet. Igen. Bemész ott, nem tudom, hány ezer ember közé a centerre. Én ültem ott, az fantasztikus. Minden egyes labda lepattintásnak olyan hangja van, hogy egyszerűen elképesztő atmoszféra van. Kérdezték a Federert, hogy tudja egyébként, hogy kiről van szó, és akkor mondta, hogy igen, emlékszik rá, hogy igen, hogy figyelemmel kíséri a pályafutását, csak persze mindenki mond, aha, nyilván tudod, hogy kiről van szó. Tudod, hogy ki ez a Marcus Willis. Hát azt nem tudja, igen. Na, egy nagyon érdekes témára bukkantunk, ami egyfajta kísérlet is lehet, és el is végezzük ezt a kísérletet, ugyanis. Egy nagyon helyes történetet találtunk, ahogy mondtam már az előbb is, ami arról szól, hogy önfejlesztő tanfolyamon arra kértek az önfejlesztő tanfolyamon résztvevő embereket, hogy küldjék el a párjuknak azt az egy bizonyos szót, amit nagyon ritkán mondanak, és nézzék meg, hogy a beérkező válasz az mennyire veszi komolyan azt az üzenetet, amit elküldtek. Mert hogy ezen az önfejlesztő tanfolyamon ugye sokszor említik azt, hogy az ember kevésszer mondja ki az érzelmeit, meg a hosszú távú párkapcsolatban élsz, akkor már nem jelzed a feleségednek, a férjednek, hogy mit érzel iránta, mert természetesnek veszed, hogy ő is tudja, te is tudod, ahogy szokták mondani, majd ha változik, akkor szólsz, ugye? Igen. Hát vagy már elmúlt, ugye? Vagy már elmúlt, és nem mondja már az ember, vagy nincs miért mondani. És ez a tanfolyam azt szerette volna bebizonyítani, hogy milyen érdekes reakciókat vált ki emberekből az, ha egyszer csak kapnak a párjuktól egy olyan üzenetet, amit valószínűleg nem kaptak meg évek óta, de nem csak üzenet formájában, hanem verbálisan sem bújtak oda hozzá, és mondták, suttogták a fülébe, vagy küldték el neki üzenetben. Ez pedig ugye maga az volt, az a szócska volt, hogy szeretlek, szeretlek édesem, nagyon szeretlek. Ezt kérték meg elsősorban a nőket, hogy küldjék el a párjuknak, hogy nézzék meg, hogy mit reagál. Mit mond, mit ír vissza, mi a reakció, meglepődnek, válaszolnak, mikor válaszolnak, mennyi idő telik el az üzenet küldése és a válasz között, és egészen elképesztő üzenetek jöttek egyébként visszafelé. Hát csak úgy jöttek, az én is szeretlek. Aha, igen, életem. Meg a legalább te. Igen. Na, ki hogy látja, ugye? Másnak. Igen, mert szeretik volna ezen az önfejlesztő tanfolyamon elmondani a nőknek és a férfiaknak, hogy milyen fontos lenne az, hogy mindenki kifejezze az érzelmeit. És már jött is. Már megjött. Na, mi van? Nekem nem jött nem. Üzenetem. Nem, hát szeretlek. Jut eszembe, szeretlek. Nem, valami poár csörömpölés volt itt. És...
Hát egészen hihetetlen üzenetek jöttek, de most nem is az a lényeg, hogy ezen a tanfolyamon milyen válaszokat kaptak a hölgyek, illetve urak, több számban egyébként inkább hölgyek, hanem ha már ez egy kísérlet volt, ezt mi is meg tudjuk csinálni, csak azon gondolkozom, hogy a párjuknak küldjék el az emberek ezt az üzenetet, vagy valakinek, akiről ők úgy gondolják, hogy meglepetik ezzel az üzenetet. Tehát egy más párjának. Igen. Elküldöm a békának. Nem, gondolok én itt kollégára, gondolok én itt főnökre, gondolok itt olyan kollégára, akivel te nagyon ritkán beszélsz, hogy mi a tipikus reakció, de leginkább egyébként lehet, hogy ezt jó, ha párkapcsolatra hagyatkozva. A főnök azért izgalmas. Igen, de a főnök valószínű valójában tényleg félreérti. Vagy, még nem vagy ismerjük egymást, aki csinál belőle. Az új főnök már. Nem vagyunk még olyan biztos. Igen, az a baj, hogy az a főnök most... az már régi. Aha. Ha éppen. Igen, nem biztos, hogy ezt most így azonnal el tudnám küldeni, mert érdekes válaszok jönnének. Szóval, hogy megcsináljuk ezt a kísérletet. Meg. Legyen ez inkább párkapcsolat? Legyen inkább párkapcsolat. Jó, párkapcsolat. Basszus. Miben? Nem tudod a Móni számát. Nem, csak megkerestem a Lajosét. De melyik S. Lajosét, vagy B. Lajosét? D. Nagy Lajosét. De igen, Boros Lajos. Na, ti mikor mondtátok, vagy küldtétek utoljára? Tessék, lehet nagyokat hazudni. Na, tessék, most jöhetnek a nagyon nagy bődületes hazugságok. Tegnap este 6-szor, ma reggel 4-szer. Nálam be van állítva, mielőtt... ha volt a 2-szer automatikus üzenet. Szundiba. Szundi jelez, hogy most kell elmondani. Mikor adtátok a párotok tudtára utoljára? Szóban, verbálisan, simogatással, üzenetben, bárhogy, amit éreztek iránta. Most, ha tudtok nyilván bizonyítékot mutatni, akkor könnyebben elhiszem. Na. Mind a ketten elkezdtétek böngészni a telefonotokat. Ezek szerint van? Igen. Tényleg? Igen. Na. Mit találtál? Tessék, szia, szeretlek. Így kell, a zöld, második zöld, ott van. Akinek elküldted a sonkás. Aha, na, szól a kedvenc hentesed. De miért azt mondtuk, hogy kinek kell? Ja, azt nem, azt igazából nem. Ha majd küldjük, akkor küldjük a párunkat. De én jó, ha most elküldted a kedvenc sonkásodat. Köszönöm a felsálakat. Köszönöm a gyönyörű húsvéti ajándékokat. Az egész család nagyon élvezte. Hát csak mondom, szép érzelmes szerintem, hogy, tehát egy bensőség. Édesanyja, majd figyelmeztes, hogy nézzünk rá az aranyra, mert szerintem érdemes lesz eladni. Nagyon fontos. A válasz kaki. Nagyon jó. Na. Vadon család tőzsdézik bizniszen, aranyja. Kaki, érzelem, kaki. A kaki az rejtjeles. Kaki. Ugye? De ahogy ő írja, azt én már láttam egyszer, tehát, hogy annyi van abban az egyetlen kakiban, abban a két szótagban. Hanem ez... Az egy kaki. Hát az... Na, ha nála a kaki jelenti azt, hogy szeretlek, akkor mi van? Hát akkor nem. Igen, nem kérdezek többen. Én az a baj, hogy mindig híradó közben szoktam simogatni, meg oda menni hozzá kedveskedni, és ezért rohadtul zavarja, hogy... Miért fölidegesíti magát a híradón, és akkor kell megnyugtatni? Nem. Ja. Én valahogy mindig észreveszem, hogy nem figyel rám olyankor. Tehát, hogy akkor nem tudom így, akkor nagyon nehéz lekötni a figyelmét, és akkor így oda megyek, és akkor hozzábújok, megsimogatom, megpuszilgatom, stb. És egy picit szórakoztat az, hogy ezek mennyire irritálnak abban a pillanatban. Ennyire rám van kattalva a híradóra? Imádja, persze. Na, drága hallgatók, nézzük meg akkor, hogy mi a válasz, jó? Küldjetek el ezt az üzenetet most teljesen váratlanul a párotoknak, férjeteknek, feleségeteknek, és küldjetek el a visszaküldött választ, vagyis azt, hogy mit írt rá. Viszonozta ő is, meglepődött, nem értette, számon kért, azt mi van rohadék, megcsaltál, című SMS-t kaptatok vissza. Tehát küldjetek el, hogy mi volt az üzenet. Mi a válasz üzenet? Jó, annyit, hogy szeretlek, drágám, szeretlek, édesem. Mindegy, hogy most nő küldi pasinak, vagy pasi nőnek, a viszontreakciók, vagy válaszreakciók érdekelnek benne. Igen, akkor izgalmas, ha nagyon régen nem mondtad, ugye? Uh-huh. Tehát ha egyébként te naponta ilyen úgy vagy, akkor nem izgalmas. Hát akkor nyilván örülni fog. Akkor nem, igen, de akkor is elküldheted, de ha tényleg az a jobb, ha nagyon régen mondtátok, illetve ha váratlan a reakció nyilván. Mert akkor nem tud vele a partner mit kezdeni. Hát én a mi virágnyelvünkön akkor elküldöm neki egy kaki. Nálatok ez. Figyelj, hát mindenkinek van egy ilyen saját azt majd családi nyelvezete. Azt majd hogy alakult ki a kaki. Mert most már ez engem viszont érdekelne. De ez szerintem egyébként az SMS-ezgetésből lett. Abból, hogy vannak ezek a mindenféle ilyen kis ábrák, amit az SMS-eknek a végére oda tudsz tenni. Aha. És volt a virágnak egy olyan időszaka, amikor ugye felfedezte a kis emblémák között, és sok smiley-ek között egy ilyen ábrát, ami egy kis kupac, kis
kakikát ábrázol. És akkor hát pici gyerek volt, és akkor ez így nagyon bejött neki, hogy kaki. És akkor elküldte 20-tal, és akkor én elküldtem 25-ször, akkor ő elküldte 30-ször, és akkor hát ez mennyire funny. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag egy mensőség. Egymásra nézünk. Kaki. És megöleljük egymást. Az a lényeg, hogy legyen egy közös nyelv, amit kibeszéljék. Egy hatalmas szex, igen. Na, drága hallgatók, küldjetek el. Jó? Szeretlek, drágám, szeretlek, kérdésem. Vagy csak ennyi, hogy szeretlek, és küldjetek el, hogy mit kaptatok válaszban. Jó? Azt az SMS-t küldjetek tovább nekünk. 8:09 múlt pontosan 3 perccel jövünk az SMS-ekkel. Ákos, híreik után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Dzsudzsák Balázs jön hozzánk 9 óra után. Ő lesz a vendégünk, Dzsudzsi. És nagyon várjuk. Igen. Alá fogja írni azt az MS meszt. Így van. Amit fogunk majd kisorsolni. Tegnap volt ugye egy játék a Facebookos oldalon. Egyébként most is zajlik még, tehát nyugodtan írjatok, már több ezeren írtak be, de most bejön, és a kézjegyével fogja majd el. És utána tényleg odaadjuk valakinek. De most már tényleg? Van. Aki eléri Dzsudzsit, ha nekünk is van hozzá számunk, csak igen, nem akarjuk zavarni. Szülők, barátok, nagyszülők. Álljon meg egy benzinkúton egyenígyon. Így van. És nagyon fontos, hogy menjen el WC-re. Igen. Ha nem akarja látni, hogy ebben az épületben milyen állapotok vannak. Jó, Dzsudzsi, bárhol vagy pisi. Jó. Ne gyere, itt ne menj el. Hogy mi veled vagyunk. Úgy érzed, jót akarunk. Ha jó? Érzed, egy, és egyén is így áll, és nem sok mindent tudunk adni. Szerintünk nyugodtan erőlködj. Jobban megéri, mint meg, egy tűz. Állj meg valahogy benzinkúton. Vegyél vizet, hozzá ropit, menjél budira. Jó? Így van. A biztonság kedvéért, tényleg. Ennyi. Ezeket tudjuk elmondani az itteni. Mi is meg tudunk kínálni ezzel azzal, de ne akart. Igen. Hát ropink van, azt beletettük egy pohárba, nagyon csak rájött is, hogy az a pohár nem volt el most egy hónapja. Most hát, ha lesz még vendégünk a héten. Igen, megmutattad ezt a poharat, mondtam, vegyünk ki a ropit belőle. Ilyen pohárban ne kínáljunk. Én nem láttam át a poháron. Igen. Szóval, hogy Dzsudzsi, jó? Ha jót akarsz, én naponta bejárok a budira. Na, már úgy értem, hogy nem miattam nézít ki, de hogy, tehát, hogy tudom, mi van. Menj el budira. Nincs gond. De, jó? Ha ez mégsem tudnál elmenni, akkor viszont a nőibe. Bár. Jó? Nyugodtan kopogtass be, mi is odajárunk. Ezért nem menjen oda se, szerintem. Ja. Viszont a megszólás után mindenképp menjünk ki fel, és rázzuk meg egy picit a kávéautomatát, jó, hogy legyen benne elég. Fölkavarodjon az alja. Egy kicsit az oldaláról lejöjjön, és akkor az alján legyen. Na, egy nagyon érdekes kísérletet végzünk. Ugye egy ilyen személyiségfejlesztő tréningen kiderült, hogy bizony a párok keveset mondják egymásnak, hogy szeretlek, és keveset beszélnek a saját érzelmeikről, ezért arra kérték a tanfolyamon résztvevő nőket, hogy küldjék el a párjuknak azt az üzenetet, hogy szeretlek, és nézzék meg, hogy a párok egyébként mit reagál. Mit reagálnak a párok, igen. Kértük hallgatóinkat, hogy ők is küldjék el, és írják meg nekünk a válaszreakciót, vagyis azt, hogy az ő szerelmük, pasiuk, feleségük, ugye, mert nem csak nőket kértünk, hanem férfiakat is, mit reagált arra az üzenetre, amikor teljesen váratlanul. Az is lehet, hogy akár tényleg évek után újra kapott egy üzenetet, ami arról szólt, hogy szeretlek, édesem. Hát a reakciók azok egészen fantasztikusak. Egészen fantasztikusak, és nagyjából erre számítottunk, hogy ilyenek lesznek. Vannak visszafogottak, és kevésbé visszafogottak. Elküldtem szeretlek, a válasz visszajött, én is szeretlek, de miért írtad? Ez még egyébként ez teljesen nem normális. Igen. Mondtam neki szeretlek, erről elküldte válaszban, én is, egyébként mi az ebéd? Andi Györgyöt. Lemondó. Elküldtem a szeretleket, válasz SMS-re, mennyit buktál, tip mixem. Nagyon szeretem ezt is. Elküldtem a szeretleket, a válasz, én is őket hallgatom, te majom. Attila küldte nekünk. Igen. Aztán a szeretlek SMS-re az első reakció, Klassz FM-et hallgatsz, írja nekünk egy másik hallgató. Az én feleségem nem tud SMS-t írni, 20 éve vagyunk házasok, ez Pafi küldte nekünk. Szeretlek édesemet küldtem, hogy kértétek, már korán reggel részek, vagy te hülye. Írja Zsolti. Az én férjem nem írt vissza, sajnálja a pénzt SMS-re. Elküldtem a feleségemnek, mire jött a válasz, ez félrement. Azt mondja, egy pár napja vagyunk együtt, egy diszkóbaleset történt, azóta nem is találkoztunk, elküldtem neki, hogy szeretlek, mire a válasz, ki vagy és mit akarsz.
Megjegyzett. Niki elküldte a párjának, hogy szeretlek, megjött a válasz. Mi történt, vagy mi romlott el? Semmi, én is. Semmi. Nagyon jó. Azt mondja, a férjem csak ennyit válaszolt. Nem válaszolok, mert beküldöd a Balázsnak. Csodás. Én elküldtem a férjemnek, hogy szeretlek, mire a férjem visszaírt, ne SMS vezet, ne SMS-hez vezetés közben. A gondos, gondos férj. Igen. Reakció az üzenetemre a feleségemtől, mert hogy én is elküldtem, amit kértétek, hogy szeretlek. Ez szánalmas, csak felszólításra megy. Tehát akkor a felesége is minket hallgat, igen. Nem válaszolt semmit, azonnal felhívott, hogy mi bajom van. Jött egy másik válasz, kárpedálozni. Én is a Morning Show-t hallgatom. Gyönyörű, gyönyörű. Férjem válasza arra az üzenetre, amit kértetek, ez így normális. De miért? Ez így normális. Miért így normális? Igen. Elküldtem a szeretleket, mire jött a válasz, nem mondtad, hogy mit beszéltél a fodrásszal. Kell ma menned? Norvi küldte nekünk, hát akkor a csaja nem reagálta túl ezt a dolgot, nem? Hát akkor csoda, hogy nem ír ilyet vissza. Elküldtem a páromnak, szeretlek, siess haza, válaszul, ja. Hát azért van romantika ebben az országban, hogy ez az. Válaszul, ja. Így tudja, mi van abban a jaban. És ezt Dani küldte, tehát akkor ezt egy lány küldte neki vissza. Ha jól gondolom. Aha. Ja. 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 Az elküldtem a szeretleket, erre visszajött a válasz, jó, mert 6800 a fodrás. Ja, keszére elküldtem a válasz, Balázsikat hallgatott, igen. Szabi is elküldte, a válasz megjött, mi ütött beléd? Se egy szeretlek, se én is, drágám, csak ennyi, mi ütött beléd? Igen. Vannak durvábbak, elküldtem, szeretlek, drágám, visszajött a válasz, én is őket hallgatom, te köcsög. Köcsög? Ide egy barátilag, ugye? Igen. Három különböző számról kaptam szeretlek üzenetet, és egyik se a pasim. Aha. Ez is egyébként gyönyörű. Igen. Elküldtem neki, ennyi volt a válasz. Hozzánk költözik anyád? Jaj, nagyon. Én elküldtem, amit kértetek, erre csak ennyit írt vissza. Jött is a válasz, én is. De te ki vagy? Szóval azért itt egészen megdöbbentő üzenetek vannak. De nagyon, nagyon, nagyon szórakoztató. Igen. Elküldtem a szeretleket, amit kértetek, a válasz csak ennyi volt, már megint mit szeretnél? Ja, egyébként az biztos nem kapod meg. Wow. Elküldtem, ez jött vissza, ezt nekem akartad küldeni? Azért ez milyen kemény, nem? Valószínűleg meglepősz, tehát ha évek óta nem kaptál ilyet a párodtól, akkor nyilván meglepősz, de tényleg nincs bennünk annyi, hogy valami jót írjunk vissza erre, hogy rögtön a gyanú van. Ezek szerint igen. Valószínű a paranoia és a gyanú. Aha. Persze, nem? Hát ha évek óta nem mondták neked, akkor most miért mondja? Akkor erre gondolsz, persze. Na igen. De szeretlek, de a férjem válasza annyi nincs 23 év házasság után, ezt nem nagyon értem. Oh. Van, aki azt írta, hogy már megint iszol, ez volt a válasz. Szimpatikus. De egyébként az megdöbbentő, hogy a legkevesebben azt küldték, hogy én is, drágám. Aha. Ugye? Tehát, hogy a válasz üzenetekben ez egész egyszerűen nem volt. Nem volt bennem. Viszont fogalmam sincs, hogy Móni mit csinál most, mert ő nem küldött nekem semmit. Ugye, hogy ugye? És kit hallgat? Egy kakit se? Érted. Nem válaszol? Egy kaki se. Vagy se pedig jött. Azóta nyomogatja. Sokan írtak, elküldtem, szeretlek, azóta se jött semmi. Ez fél órával ezelőtt jött ez az üzenet. Elküldtem a feleségemnek, semmi reakció. Körülbelül 20 percet történt, lehet, hogy még nem fogta föl. Jött ez is SMS-ben. Igen, ha nem jön válasz, az a legrosszabb. Főleg, ha látod, hogy elolvasta. Nektek van ilyen beállítás az iPhone-on? Persze. Hogy látod, hogy üzenet elküldve, és hogy elolvasta? Kipipálja, úgyhogy persze. A Samsung nem tud iMessage-et, ugye? Nálatok nincs nagyon ilyen. Te látod, hogy elolvasta? Hogy tudtok ilyet? Nem. Szerintem nem. Mária? Nem akarok nagyon, csak kérdezem, hogy ti tudtok ilyet ott az erősötét oldalán egyébként, hogy látjátok? Igen. Elküldtem, hogy szeretlek, válasz, utálom a Balázsékat. De akkor hallgatja ő, hát tudja. Minket legalább annyira hallgatnak azért, mert utálnak akkor bennünket, tudja. És várják, hogy mi a következő mondat, amin idegeskedhetnek. Igen, ez Jancsi küldelek. Figyelj, eddig 95% az 5%-kal szemben. Tehát az 5% a válasz SMS-ek közül az, aki jól reagált erre. Azért itt baj van, halom. Igen, nagyon sokan élek a megcsaltál választ, elképesztő sokan küldik el egyébként, hogy megcsaltál, mi történt, megcsaltál, el kell mondanod valamit. Igen, válasz, elküldtem, hogy szeretlek ára, válasz, dögölj meg, két hete összevesztem. Ó, Istenem.
Azért ez kemény. Szexet akarsz? Igen, és ezt is nagyon sokan írták még, hogy az asszony kicsit paranoiás és arra gyanakodik, hogy este akkor valószínűleg a férfi akar valami. De mi így működünk, hogy elküldjük előre, hogy értse az asszony, hogy akkor este kéne, hogy legyen valami. Hát ebben ez szomorú magyar valóság. 2-300 esetben, több, cirka 2 millióan hallgatnak minket, akkor ez azt jelenti, hogy a többieknél semmiféle probléma nincsen. Ők rendszeresen elküldik egymásnak, kicsit közhelyszerű is számukra ez a dolog, úgyhogy ott minden rendben van. Itt a 2-300 esetben vannak problémák csak. Jött válasz? Dehogy jött. Semmi? Nem, mondanám. Nagyon durvák is vannak. Na most például mire gondolsz? Hogy miért nem ír? Már nem szeret? Mással foglalkozik most reggel? Nem, én mindig mondtam neki, hogy az a telefon az túl drága neki, nem is érti, nem is tudja kezelni. Túl bonyolult az üzenet. Válasz, becsatolni, megírni, bonyolult történet. És még ő akar iPhone-t. Igen, először szokja meg a rosszabbat. Nem, aztán utána majd, ha fölnőtt az okostelefon, akkor megkapja. Lépés. Akkor megkapja, igen. Megjött a válasz, remélem legalább te leszel a naphallgatója, te szemét. Én valami jelés legyen. Jó van, hát igen, erre számítottunk. Jó van, oké. Mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrása, figyeljetek, ha valaki játszana velünk a következő fél órában, akkor 2 darab dalcímet, hogy előadót próbáljon megfejteni. Így szól. Ó! Terék hallottuk, hál' Istennek. Mekkora sláger volt? Mennyien nézték meg? 1 milliárdan? Vagy több mint 1 milliárdan nézték meg, ugye? Igen. A koreai előadót. Mutatjuk még egyszer. Na, hát akkor írjátok meg nekünk, jó? Hogy mit hallottunk, 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ez amit mi várunk sok szeretettel. 9 óra után pedig Zsuzsák Balázs érkezik hozzánk! Hát illetve 9 óra után egy 15-20 percen most, hogy elküldtük WC-re. Még megállt, még megállt. Megállt, de jön! Hallgat bennünket, még valószínűleg megállt egy kicsit pihenni, igen. Ha van Zsuzsihoz kérdésetek, vagy amit szeretnétek tudni, vagy szeretnétek, hogy megkérdezzünk tőle, akkor most jött el az ideje annak, hogy elküldjétek. Ha Király Gabihoz kapcsolódóan küldtetek SMS-t, akkor azt küldjétek újra, mert az nagyon régen volt, jó? Mert itt Bazsihoz is küldtek már néhányan, reggel 7 után, de akkor küldjétek újra, és meg tudjuk kérdezni tőle, amit szeretnétek. Jó, úgyhogy várjuk az SMS-eket. Egy-két friss közlekedés így az óra végére. Vigyázzatok, trafi van az M3-ason, a 142-es kilométernél. Budapest irányában, ha minden igaz, az M6-os 48-as kilométerénél fotóznak Pécs felé, és ha ugrik a gépem, akkor utána tudom mondani, hogy többi. Tudunk ezzel valamit csinálni, Zsül? Mondjuk azt, hogy ráugrasz és egy baltával agyonvered ezt a gépet. Lehet ilyen? Tudsz ilyet csinálni? Abszolút. Jó vagy baltázásban? Ne, nem csinál semmit a gépem. Az M5-ös kifelé beállt. Több kilométeres a sor. Azt nem mondja, áll, hogy megyek. Szeged felé teljesen behalt, Inárstól az új M0-ásig áll, brutális, milyen hosszú a sor, puszi era. Megyek anyámhoz, nem áll. M5-ös. Mennyi, 2 óra alatt vagy lent? Nem? 3. Legalább. 3, de ha van egy ilyen, akkor azt elveszem. És ma még haza is dobod? Jövök vissza, mert este megnézik a pacemakerét a mamának. És akkor vissza utána, vagy holnap? Persze, még éjszaka. Nem, hát ha már elhozom, akkor itt marad egy kicsit az unokákkal. Kicsit? Unokázi? Persze. De holnap azért visszadobod. Nem, hanem... Nem, viszi karatetába. Elviszem Velencére is, én jövök nem. A fővárosba. Tehát van, aki vigyáz a gyerekre, addig is, de hogy is. Ma a Dunapázon egy picit. Mama. Na jó, van 5 perc, van 9 óra, jövünk Zsuzsival Ákos híré után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, hát egy kis nosztalgia. Most már ez nosztalgiázás tulajdonképpen, ugye? Nem, most már nem.
De most lett az, ugye, mert egy hete még valóság volt, most már viszont csak nosztalgiázunk, ja, igaz, a dal alapján, igen. Hogy igen. Tettünk egy kicsit még a nákség zsebébe. Újra leadtuk ezt a dalt, amit egy ország énekelt heteken keresztül. Egyébként ugye az éjjel nem érhet véget. A Náksidával láttam pont egy interjút, elmondta, hogy valakik elkezdték egy ilyen rajongói buszba énekelni, és ebből lett aztán egy ilyen EB himnusz tulajdonképpen. Na, gyorsan egy-két közlekedés, mielőtt folytatnánk. A Kapuvár belterületén a Fehér Szeádból mérik a kópháza felől érkezőket. Tartályos kamionos voltam, kaptuk SMS-ben. Breaking news, baleset az M1-es 58-as kavicsánál Pest felé, a pihenőnél alakul a dugó, útzár lesz. Valamint azt mondja, hogy M7-es 145-ös kavics Kanizsa irányába drága fotók készülnek, ezt Kata küldte nekünk. Köszönjük szépen. A hatalmas dugó az M5-ösön kifelé. Feri, ezt is, ha jól hallgatod. Az Inárcsi pihenőre majd készüljél föl, ha mész. Hát nem, mamáért. Menjek, de kitalálom. Valahogy próbáld meg elkerülni. Óriási dugó van, több autó ütközött, és már több kilométeres a sor. Valamint a budai alsó rakparton lassú a haladás. Köszönjük szépen. Na, hozzánk pedig megérkezett Zsuzsák Balázs. Hello, Balázs! Jó reggelt! Kívánunk, hello! Ciao. Hallgattál minket útközben? Útközben, igen, itt a végét elkaptam, hogy már vártok. Meg tudtál állni egy benzinkúton? Még nem. Nem a tankolás, hanem hogy elmenjünk, mert mondtuk, hogy hát itt olyan állapotok vannak, lehet, hogy jobb, ha ott nézel. De úgy kellene. Ez az első utam oda lesz, kicsit izgultam. De tényleg. Lehet, hogy jobb lenne, ha elmennél Budira, mert itt szörnyű állapotok már vannak. Már megérettem, mert aláírattam vele a MESZ-t, bejött hozzánk a szerkesztőségbe, körbenézett, megtántorodott, adtam neki egy kis hitőt, és mondhatni, háborús körülmények között rádiózunk. Na, mondjuk a hallgatóknak, hogy ők nem is tudják, hogy itt őrület van, mert hogy Csabi megérkezett a saját gyerekeivel, akik szintén fotóznak, futballoznak. Laura behozta őket, és a két gyermek hát megszeppenve állt Balázs mellett. Nagyon nagy. És mindenki próbál fotózkodni. Nekünk ciki a Csabi, ne haragudj. Na, hát gondolom most már kezditek érezni, hogy mi volt itt az elmúlt 2-3 hétben, nem? Most, hogy hazajöttetek. Nagyon keményé. Tehát azt mondom, hogy eleve úgy, ahogy értesültünk azokra a dolgokról, hogy körút megállt be, mi a buszok, villamosok, tehát tényleg csak köszönni tudjuk, és sajnáljuk egy picit, tehát mi is úgy voltunk, hogy vége lett a meccsnek, és akkor de jó lenne most hazajönni. Ugye itt is szeretne, ott is szeretne lenni az ember, úgyhogy tényleg hihetetlen érzés volt, hogy ezt egy futballista, úgymond meg egy futballcsapat ugye hosszú után először ki tudta váltani itthon, és arra vagyunk talán a legbüszkébbek, hogy mutattunk egy olyan egységet, amivel azt mondom, hogy nem akarok nagy szavakat, de szerintem talpraállítottuk ezt az országot, és egy picit közösen élhette meg mindenki ezt. Hát erről mi nagyon sokat beszéltünk, igen, hogy azért bányatott sorsú ország vagyunk, de valahogy most is sikerült egyfajta ilyen egysége bekovácsolni az országot, emberek ölelgettek embereket, idős nénit átengedtek dudálás nélkül, most már kicsit eltúlozva. Fiatalok fogták meg idősek szatyrát, és vitték át a zöld lámpánál. Szóval, hogy itt valami olyan szeretet volt, amit nyilván ti is kint éreztetek, hiszen azért kint is rengeteg magyar volt. Persze, hát fantasztikus volt. Tehát ugye én csak azokat tudom, ami személyes tapasztalat, ugye anyáik nekem minden meccsen ott voltak, és ők mondták azt, hogy ugye Marseille-be, hogy Balázska 13 ezer emberrel sétáltunk, tehát de tényleg ők olyan, mint hogy itthon az Andrásin sétáltak volna 13 ezer szurkolóval, semmi balhé, tehát nem azért jöttek, hanem tényleg olyasfajta hangulat volt, amit nekünk is mentünk a meccsre, és mindenhol piros-fehér-zöldet láttunk. 35 ezer ember volt Marseille-ben, tehát tényleg hihetetlen elmondani, és ahogy kimész meccs előtt, ahogy megtapsolnak, ahogy egyből elkezdik a himnuszt a meccs végén, tehát tényleg annyi élmény van, hogy tényleg kell idő, még ezt feldolgozzuk, hogy mi volt, megmit ember. Hihetetlen. Hát, de milyen jó, hogy azért ti már azon generáció vagytok, akik ezt át tudjátok élni. Nem? Hát minden futballista tulajdonképpen azért kezd el focizni, mert valahol erre vágyik, hogy egyszer egy ilyet megtapasztalhass. Hát igen, igazából itt azt mondom, hogy azért sikerek benne vannak, de viszont az, hogy én mindig arra voltam, úgymond, hogy tényleg ezt a válogatottal egyszer megérni, és a magyar ember ugye mindig akárhol játszottam, mindig jó, kint jó, vagy képen kint rossz, de itt van a válogatottban nem, de itt nem rúg annyit, ott nem rúg annyit, tehát ugye mindig meg volt az, persze, hát magyar embernek mi kell. Igen, azért te kaptál rendesen. Igen. Na, nem is igen. Az a baj, mert ez evidens, ez hozzátartozik, de az, hogy tényleg ez a nemzeti címeres mezben megadatott, ez azt mondom, hogy abszolút megduplázza ezt a dolgot, és ezért vesz így mindenki ilyen szinten érzelmesé.
Hősök tere milyen volt? Jó volt? Nagyon jó volt. Nagyon összejöttek, úgyhogy az is nagyon jó volt. Hát ugye is ilyen spontán, ahogy hallom, 2-3 órát leszervezve, úgyhogy hétfőn 6 órakor ennyien kijöttek, az is fantasztikus, és azt jelzi, hogy tényleg káosz lehetett az országban, meg a városokban. A nézését meg a járását külön szerettem. Te Rakoczai Krisztián, a zongorát aztán az egy ilyen indulótok, nem a válogatottok belül. Hát inkább a meccs utáni. A meccs utáni ugye az örömnek a pillanatai, aztán ugye a norvég meccs után az Imi bejött az öltözőbe, és onnantól kezdve, tehát ő mindig jelen volt valamilyen szinten az öltözőbe, csak hogy így, hogy most meg tudott jelenni, így meg aztán pláne életűbb. Igen, azt tudom, hogy az öltözőben nagy ünneplések vannak. Na, egy kicsit mesélj nekünk olyanokról, amit mi nem tudhatunk. Milyen volt az edzőtábor, bárhol laktatok, ugye, álltok elképesztően jó körülmények között. Mit csináltatok, hogy pihentek, ki megy el legkésőbb aludni, kit kell lefektetni, ki az, aki renitens, hányan vagytok egy szobába, hogy kell ezt elképzelni? Most azt mondom, mindenki egyedül lakhatott. Én azt mondom, ezt a kapitány nagyon jó kitalált, és nagyon jó átgondolta azt, hogy ugye azért, ha úgy nézzük, május 7 óta folyamatosan együtt voltunk. Tehát ez két napos megszakításokkal is sok, de viszont nagyon-nagyon jól éreztük, és ez volt szerintem az egyik alapja, hogy szinte csak a reggeli ebéd vacsoránál találkoztunk a játékosokra egymással, vagy úgymond a masszázszobába. Tényleg hihetetlen, nagyon-nagyon szép hely volt, egy ilyen golfcentrumban voltunk, bungalószerűségekben laktunk, és mi ugye golfkocsikkal mentünk éppen, ahova szerettünk volna eljutni, mert azért nagy volt a távolság. Mindenki egy cserd golfautója volt. Nem, hát úgy, vagy lehetett hívni, vagy sétálsz éppen ki mit választott, úgyhogy Ez adva volt, mi játékosok nem vezethettük, ez az ki volt adva, hogy az előség. Hát pedig az úgy, hogy senki nem kötött el egyet, csak kicsit egy fél órára. Nem volt, viszont a hotelen belül egy ilyen quad. Mert ugye és akkor kimentünk az erdőbe csapatni, és ott tényleg balesettől kezdve kerék kitörés, tehát ott mindenki kiélte magát, és ez nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán tényleg úgy... Három ősz hullott el. Ő is volt, azt mondták, hogy másik brigádban volt, mert úgy volt, hogy aki meccs után játszott, az másnap reggel ment, a többiek azok edzettek, és ugye ő abban a csoportban volt, akik edzettek, úgyhogy velünk csak másodedzők jöttek. De aztán mindig fakultatív volt a reggeli 10-10.30-ig, attól függ, hogy éppen hogy játszottunk, vagy hogy volt meccs, és általában délután voltak edzések, egy 5 percre voltunk busszal a szállás, vagy a pályától, folyamatos rendőri kísérlet, nem úgy volt, hogy kitaláltuk délután, hogy na, akkor most nem 5-kor edzünk, hanem 3-kor, hanem tényleg olyan fajta biztonság és szervezettség volt az egész, hogy egy-egy edzésünkről 150 ember tudott, tehát ez rendőröstől a pálya gondnokig, tehát nem lehetett, hogy ugye a kapitány híres arról, hogy szeret úgy dolgokat megváltoztatni, hogy oké, akkor most mehet az egyik brigád, a másik meg majd, hogyha lefutott, és ez most abszolút nem így működött. De ezt abszolút a csapat akceptálta, és folyamatosan tényleg nyugodt volt az egész pillanat, tehát ez volt az alapja annak, hogy semmi stressz nem volt, és ki tudtunk kapcsolódni, és nem arról szólt, hogy görcsöljünk is, mikor lesz már meccs. Úgyhogy hát a lefekvés az mindenkinek saját magára volt bízva, ugye 11 óra az, ami meg van adva. 11 órakor takarodó? Tehát ez ki van mondva, hogy el kell menni aludni? Akkor nem lehet úgy nyilvánosan mutatkozni, most addig lehet masszíroztatni. És akkor kapitányod bekopok, hogy nem. Hát ott járkál a folyosón és kiabál németül, hogy aludj. Vacsora után őt nem is látjuk, úgyhogy ő nem, ő abszolút ugye csinálja a dolgát, aztán a játékosra van bízva. Ketten vagytok egy szobába? Nem, most egyedül voltunk. Már azt azért befalaznátok egymásnak. Igen! Hát azért ez elképesztő lehet. Én láttam ezt a dokumentumfilmet, amit a TV2 adott le rólatok, éveken keresztül forgott veletek egy kamera. Én nem is tudtam rólad, hogy te ekkora szónok vagy. Hogy ilyen erővel, ilyen mentalitással, ilyen szónoki képességekkel löktette ki például ide a Grupa Marénába a csapatot, ugye az utolsó meccsetekre. Ez számomra teljesen meglepő volt, nagyon tetszett. Nem ismertem ezt az oldalat. Igen, hát ezért is örülünk, hogy azért mi futballisták máshogyan látjuk ezt, tehát azt mondom, hogy és most ez nem negativitásból mondom, tehát ez abszolút lehetett volna még jobb is, hogyha több dologba beleengedjük a nézőket, de ennek is örülünk, mert ugye persze az ember mi csak azt látja, kifutunk a pályára, aztán vagy tapsolunk, vagy szidnak bennünket, de viszont az, hogy tényleg ez bánt minket ez a dolog, vagy éppen hogy éljük meg ezt a sikert, vagy éppen mi folyik egy meccs után, egy meccs előtt, az jó dolog, hogy ezt láthatták, meg az, hogy ez tényleg nem úgy volt, hogy jó, akkor várjunk még egyszer egy taktika, hanem ez ide beültek a sarokba, tényleg abszolút beleolvadt a brigádba. Jó, tetszett, kifejezetten jó és, volt látni. És másodjára már sokkal jobban tetszett mindenkinek, úgyhogy örülünk, hogy tényleg ennek is ekkora sikere volt, meg azt, hogy látták, hogy azért tényleg volt kontraszt csapatok. És között. Ez a szónoki véna, ez egy ilyen spontán dolog, vagy készülsz? Megnézed minden héten háborút háromszor egymás után? Nem, hát ez mindig. Alapból is van ugye egy videózás, azt mindig általában úgy fejezünk be, hogy
hogy valamivel lezárjuk, vagy egy közös csapatképpel éppen, amiről mi nem tudtunk, hogy arról képet csináltak, és pont látszik, hogy a csapat együtt van, vagy pedig ugye egy-egy videót összevágnak, vagy épp volt olyan, hogy ugye akár más sportágokból üzentek nekünk emberkék, és azt játszották be nekünk, úgyhogy mindig volt ilyen. Nem, hát ez épp, hogy a pillanat adja, vagy ahogy én látom az egész hetet a brigádnak, hogy állunk, mennyire kell motiválni, de hát ez általában nem is a motivációról szól, hanem tényleg egy ilyen utolsó 10-15-20 másodperces kis beszéd, aztán pörgessük magunkat. Utólag az ember lepörgeti magába, hogy mi van, ha kikapunk a portugáloktól, és akkor nem a belgákkal játszunk, hanem akkor jöttek volna ki, akkor az angolokkal talán. Nem, ugye? Az a baj, hogy az Izland nyert, így mi csak rosszul járhat. Tehát úgymond csak harmadikok lehettünk volna, mert aha, ugye akkor megelőztek volna bennünket, mert több pontjuk lett volna. Persze, hát lett benne. Pörög az ember ezen utólag, hogy mi van, ha így alakul, mi van, hogy alakul. Hazaértünk, és láttuk, hogy Izland ugye tovább jutott. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy csoport elsőként mi megkaptuk a világbajnok, vagy a világ ranglista helyezett második csapatját. Tehát azért ez annyira nem volt igazságos szerintem. Az meg megint nem igazságos szerintünk, tehát ugye játszottunk velük, hogy ez az Izland, ez tényleg 8 között van. És ezt nem nagy képűségben mondtuk, de nagyon-nagyon rég játszottunk, azt mondom, ennyire enervált és gyenge csapat ellen, mint volt ez az Izland. De hát sajnos hát ők tovább bírták, mint mi, úgyhogy nyilván egy picit ilyenkor fáj a szívünk, de hát... De utólag ezen már nem szabad. Hát utólag ezen már nem. Ezen már nem. A belga meccsen érezted már az első percek után, hogy valami nem úgy megy, ahogy eddig? Hát azért ott látszott... Elképesztő gyorsak, szóval, hogy egy hihetetlen. Igen, az is látszott, hogy azért volt a csapat közt sebességbeli különbség, tehát ez volt, ami talán a legnagyobb különbség volt. Valamint az, hogy... Nem is az, hogy elfáradtunk, hanem tényleg nem úgy jöttek a passzok, és koncentrációban szerintem nem voltunk úgy. Picit be is pánikoltunk, ugye ettől a gyors bekapott góltól, nagyon-nagyon rég kaptunk, ráadásul rögzített szituációból gólt, ami az plusz egy meccs közben egy ilyen letargiát okozott a csapatnak. Aztán utána pedig már utólag mi is beszéltük, hogy 2-0, amikor azt tényleg az belül azért érezzük, hogy vége ennek a meccsnek, hogy vissza kellett volna állni, és ne az legyen, hogy na beleszaladtunk egy 4-esbe. De viszont így megint azt mondom, hogy ott voltunk, és az, hogy beküldtünk minden csatát a pályára, mentünk előre, 2-0, 3-0 után is voltak lehetőségünk, és abból lett a gól, hogy mi adtuk el az ő térfelükön a labdát. Én azt mondom, hogy az pedig azt bizonyítja, hogy tényleg már nem úgy volt, hogy jó, akkor ússzuk meg 2-vel, és tapsoljanak meg minket még jobban. Az, igen, az még aztán a végén is nagyon szimpi volt, hogy nagyon hajtottatok. Tényleg nem számított. 1-0-nál még azt mondom, voltak lehetőségeink, ott kellett volna pontosabban. Azt mondom, azért több volt ebben a meccsben, tehát a csapat nem így nézett ki. A fél időben mi történik egyébként? Jön a Benstork, és átbeszéltek dolgokat, vagy ott mindenki fúj egyet, pihen, megbeszélitek egymással, és mentek is vissza? De nem egy hosszú idő. Igen, hát itt általában ugye van egy ilyen, azt mondom, 2-3 perces ilyen fújás-ivási idő, vagy éppen, hogyha valakinek valamit rendbe kell tenni, sérülés, vagy bármi. Aztán onnantól kezdve jön a kapitány, elmondja az észrevételi valóját, és utána pedig mi játékosok ugye egymásnak elmondjuk, hogy akkor mit, hogyan kezdjünk. Itt elsősorban itt a kapitány is, meg én is többek között, meg a rutinosabb játékosok, azt hangsúlyoztuk, hogy higgyük el tényleg, hogy most oké, hogy gyorsabb egy játékos, de viszont, hogy legyen meg az az egységünk, ami ugye az előző 3 meccsen megvolt, és sikeresek voltunk vele, meg egy picit tényleg, mond, hamarabb feladtuk a kelleténél, de így is minden elismerés, minden tisztelt a csapat tagoké, mert tényleg az utolsókig küzdöttünk, úgyhogy ez már... Azt mondja németül, hogy törd el a lábát. Biztos, hogy volt ilyen. Egy-két pillanatban lehetett volna. Ott felindultságból van beszólás a másiknak? Mondjuk egy ilyen fél idejös beszélgetés? Hát előfordul, de hát ez se úgy, hogy egymás torkának ugrunk. Nyilván persze van, akiből máshogy jön ki feszültség, de ezt abszolút ugye tudjuk kezelni. Meg megvan az, hogy ki az, akinek úgymond lehet, vagy ki az, akinek kell, hogy szóljon egy Király Gabriel Gerzson. Tehát neki kell, meg nekem is. De nyilván ki, hogy érzi, vagy éppen amit látunk, ugye általában mindig a tengelyekre van osztva a kapus, hátvéd és középpálya, amit látunk, ugye. Úgyhogy igazából ez így szokott zajlani. Rolandova, mi a tapasztalat? Ugye a hisztiket láttuk egyébként, meg szerintem közben egy halálosan emberi pari. De tényleg így van amúgy, tehát attól normális, van egy kép róla, de közben azért látom a filmet róla, meg különböző videókat, ez egy halál normális pari. Nem, meg a meccsen is normális. Tehát abszolút azt tudtuk elmondani, meg én is, amit személy szerint tapasztaltam mind meccs előtt, meccs után. Gratulált a csapatnak.
Tényleg, tehát semmi olyan jelét nem mutatta, hogy ő akár lenézne bennünket, vagy játékosokat, vagy máshogy kezelne. Tehát tényleg... Azért az merő, hogy kettőt lőttél, kettőt lőttél, nem? Szóval amikor igen. Azért az ember ezt így látja másnak az újságban, vagy úgy megy le az öltözőbe, hogy kettőt lőttem, Ronald, ő is kettőt. Szóval azért ezen így elgondolkoztam, hogy ez egy életérzés, nem? Egy olyan meccsben ott lenni, ahol jönnek utánunk folyamatosan, igen. Ugye, mert mindig mi vezettünk. Oh, jól emlékszem, igen, ugye, hogy 1-0, 1-1-2, tehát végig így mentünk. Én Spanyolországból néztem egy olyan helyen, ahol egyébként mindenki a portugáloknak drukkolt, szörnyű volt, csak mi kiabáltunk. De hogy te is kettőt, ő is kettőt, hát azért ez ja, hát fantasztikus volt, hát ugye... Dobtál egy puszítást a tükörbe magadnak? Nem volt ilyen? Ne, hát nem is úgy, hanem anya volt kint, és... Így lefeküdni, aludni, hogy ő is kettőt, én is, hát azért ez még lefelé mész, mutatod, hogy kettőcske, hát a csávot megette a fene. Nem, hát itt a csoport elsőségen volt a hangsúly, de nyilván persze, tehát anya megvárt a meccs végén, aztán ő ugye nyilván ezt máshogy dolgozta fel, meg a hozzátartozók, úgyhogy azért volt bennem is egy olyan fajta ilyen érzelemkitörés, de ez azt mondom, ez teljesen normális, úgyhogy nagy dolog, hogy ne lenne nagy dolog, hát a világ egyik, hanem a legjobb futballistája, úgyhogy tényleg az alatt a meccsről, vagy arról a napról egymásról szóltak a dolgaink, úgyhogy fantasztikus dolog, hogy versenybe tudtam lenni, meg igazából meg tudtam mutatni azt a kvalitást, amit várnak tőlem. Na, egy-két kérdés, mert nagyon, nagyon sok van. Láttad-e a hisztis mémeket, kérdez egy hallgatát, akkor ezt meg is kérdeztük. Igen, azt mondja, Balosod nagyon jó tanítani kéne, írja nekünk egy hallgató. Mondjátok meg Bazsinak, irány a Hertha. Nem? folyamatosan játszani fogsz, sokat elérhetsz a Palival együtt. Hajrá, magyarok! Zsolti, ez akár egy kérdés is lehet, hogy hogyan tovább. Tudod-e már? Hát még egyelőre nem, ugye tegnap előtt érkeztünk, aztán ugye tegnapi nap folyamán lett volna egy megbeszélés, amit mára tettünk, hogy mi zajlott itt az elmúlt egy hónapban, ugye én nem is beszéltem a menedzsmenttel erről a dologról, és mondtam, hogy nem is szeretném, hogyha értesítenék bármiféle dologból, hogy mi, hogy lesz. Azt tudom, hogy onnan, ahol most vagyok, onnan természetesen szeretnék távozni, nem azért, mert annyira rossz választás volt. Eleve most azok is aggasztanak, hogy tegnap ugye megint robbantás bizony. Volt. De az, hogy mi lesz, nyilván az se titok, hogy nagyon-nagyon szerettem volna már tavaly is a Palihoz menni. Az ő hívása számomra mindig megtisztelő, úgyhogy ő az biztos, hogy akármikor szóba jön ez, akkor ő prioritást élvez. Hát a te esetedben még azért mindenki azt várja, hogy legyen még azért egy olyan csapat, ami valóban élmezőnyben van, ami akár tényleg a Bundesligában van, Európában van, hogy a te karrieredben, a te pályafutásodban még benne kell lenni egy ilyen. Nem, hát nem remélem, hogy benne hogy nem is valahol lesz. Levezetsz, hanem még azért van egy top csapat, ahol tudnál játszani. Na, hát nagyon remélem, most biztos vagyok benne, hogy ez a szereplés, meg ez a teljesítmény, ez elég volt arra, hogy onnan eljöjjek, és ugye feljebb tudjak lépni. Én azt mondom, hogy persze ezt nyilván ezt is máshogy látják mindig az emberek, hogy na, megint elment törökbe, mert ott többet. Én mondtam a Palinak, hogy, és ez most megint nem a megjátszás része, mondom, Pali, egyet írjatok le egy papírra, hogy 2 kapucsinót kapsz, csak mondom, legyen leírva. És ugye én úgy jöttem el kint a törökbe, és mikor tárgyaltunk, hogy mondom, Pali, figyelj, miattad 72 órát kértem, úgymond, de tényleg sürgessük meg azt a dolgot, hogy tudjuk meg, hogy mennyire lehet nekem kivárnom. Ugye augusztus 31-én vége lesz, tehát valami, és ugye ő volt az, aki visszahívott egy vasárnapi nap, hogy figyelj, Balázs, nem tudjuk bevállalni, úgyhogy ha megvan ez az ajánlat, akkor fogadjam el. Tehát én mindig mondom, hogy én mindenhova mennék, meg szívesen játszanék én a Real Madridben, de ahova nem hívnak, oda nem tudok menni. Tehát legyen valami konkrét. Ha nincs konkrét, akkor úgy persze beszéltünk bármiről. Azt mondja, hogy elcserélted volna a mezedet Ronaldóval a portugál mérkőzés után, vagy inkább megtartottad a saját mezedet magának, amiben 2 gólt is rúgtál a meccs során, kérdezi egy hallgató. Igen, hát én azt mondom, hogy én mindig úgy voltam, hogy soha nem voltam ez a cserélős, és másoknak tele van a gardrób, vagy tele van egy külön fal, hogy kivel milyen mérkőzésen cserélt. Hogyha meg lett volna az a szituáció, akkor lehet, hogy elcserélem, persze, miért ne. De viszont nem jött. Lehet azt mondani, hogy oda jó hozzád valaki, cserélünk, és azt mondta, hogy nem. Volt. Na, van ilyen? Nem veszem le. Van ilyen? Hogy szebben, hogy majd bent a dressing roomba, tudod, és akkor nem megyek be. Vagy mire bemegyek, addig nem találok. Úgyhogy én ezzel úgy voltam, hogy sokkal nagyobb örömet tudok okozni, hogyha a kilátogatott szurkolóknak kidobom, akik a kapu mögött ugye folyamatosan buzdítottak bennünket, úgymond a B-közép, úgyhogy nagyobb örömet is okoztam szerintem, mint akár saját magamnak egy Ronaldo. Ilyenkor azzal cserélsz, akivel akarsz, vagy mindenki a saját posztján játszol? Nem, cserél. Hát ez ahogy most, ahogy oda mész, lerohansz valakit, vagy éppen megvárod, míg arra ballag, vagy te ballagsz, vagy ezen arra. Tehát nincs egy íratlan szabály, hogy nincs, kivel nincs, cserél, nincs, akivel nincs, akarsz. Nincs. Király Gabival akart valaki a hasonló cserélni? Egy idő után már biztosan.
Az ikonikussá vált, igen, szürke melegítő nadrág. Gratulálok Balázsnak és a csapatnak. Balázs, jól lenne látni Olaszországban, nem a Lációban, hanem a Rómánál, Tottival nagypáros lennétek. Lenne kedved ott játszani, vagy spanyol-német foci számodra az újabb kihívás? Hát félig meddig ezt már megválaszoltuk. Így van. Hát ezek persze, ezek olyan bajnokságok, ahol bármikor. Csak hát ajánlat nélkül nehéz. Konkrét, igen. Hát, ugye? Mennék én, de nem szólnak. Igen. Azért most mindannyiótoknak megnőtt az ázsiója, nem? Egy picit. Tehát, hogy ezt a világ látta, hogy ez ebben a csapatban van. Minden jók vagytak. Nem jött, nem tud senkiről, akit így már elkezdtek keresni, és nagyon akarják. Ne, hát én szerintem biztos vagyok benne, hogy most azt mondom, 23 játékosból 10-15 biztos, hogy benne van az, hogy valamilyen szinten megkeresi, és az már onnantól kezdve rajta múlik, vagy éppen a csapaton, hogy sikerül megegyezni. Szerintem 5-6 ember biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó helyre fog kerülni, és nem érzem magam, meg nem is vagyok öreg, de viszont sajnálom, hogy egy ilyen EB mondjuk 25 éves koromban nem adatott meg, tehát így picit ez bánne, de nagyon remélem, hogy így is, amit lehet, ez még egy szintet tudok lépni. Hány éves vagy most, Balázs? 29. Az már idősnek számít? Nem, de hát ahhoz, hogy például most a Nagy Ádi helyében, ugye, aki a Ferencvárosnak a futballistája, 21 évesen tényleg, tehát tudom azt, hogy ő neki szó szerint volt megkeresése a Chelsea-ből, tehát ezek azok a dolgok, aminek ki egy EB, biztos vagyok benne, hogy egy olyan fajta lehetőséget tár az ő jövőjére, ami azt mondom, hogy eddig, vagy ezzel az EB nélkül nem jöhetett volna létre, vagy EB-ben nem jöhetett volna létre, úgyhogy szerintem talán ő neki, a Kádár Tominak, most így hirtelen nekik vannak, szerintem ők kettő, amit én értek hozzá, nekik lesz a legnagyobb lehetőségük, hogy komoly helyre mehessenek. Mi a véleményed a ruszki bíróról? Izabella kérdezi. Nagyon jó mémek születtek fehér bottal a kezében. Nagyon szerettem, mi is főraktuk. Nekem mindig az utolsó pillanat marad meg, mert hál' Istennek oké, hogy egész meccsen kapufa volt, amit ő művelt, de viszont az utolsó percekben ugye volt a szabadugás, azt alapból a többiekbe akarták fújni, ő viszont kívül látta, tehát azt mondom, azért valamilyen szinte megnyerte azt a meccset nekünk, hogy nem adott 11-est a utolsó percekben is. Igen, meg a Dinamóban megtanultad, hogy oroszokról vagy jót, vagy semmit. Nem akarod, hogy ide belebetonozzanak a frissen főtársaságban. Mondta, hogy Balázs, hidd el, hogy mind a három asszisztensem azt mondta, hogy 11-es volt. Ugye, lehet így oda menni a bíróhoz, hát, egy meccs után, Balázs hidd el? Nem, meccs közben, ugye, amíg ott ment ott a cirkusz, hogy most... De ott a beszélgetések azért nem így zajlanak, hogy Balázs, hidd el. Ott ilyen fröccsögő nyállal üvöltöznek a játékosok, majd a bíró pedig küldi el őket. Igen, ez akkor így zajlott, viszonylag akkor nagyon nyugodtan elmondta, hogy ne, hogy 100%, hogy ez 11-es volt, és mind a hárman megerősítették, és azért is fújta be. De viszont ugye kérdezem én, hogy akkor, hogyha befújt ezt 11-es, akkor miért nem volt kifelé falt a Gabival szemben? Ugye látszott, hogy a könyökét lehúzták, úgyhogy mindegy, tehát érdekes volt. Sajnáljuk nagyon azt a meccset, mert az abba volt a legtöbb. Az egy ponton kívül. Velük utána egyébként lehet beszélni? Tehát a hasonló, ott van az öltözőjük, a ti közösen, hát úgy közösen, hogy a kettő közt, tehát a két csapat közt van, de tudod te is, hogy felesleges ilyenkor, tehát befújtasz. Hát persze, akkor már nem tud. Sőt, csak rosszabbul jár az ember, mert valami olyat mond, akkor még el is tiltatnak. De nem siettetek oda, hogy esetleg egy fogkefejével itt ott megdörgöljétek ezt azt. Hát nincs, hogy meglett az egy pont, vagy így, hogy ugye már kiderült, hogy biztos, hogy tovább jutunk, így azt mondom, hogy feledésbe merült ez a dolog, így utólag persze már lehet róla beszélni, hogy mi lett volna, ha azt nem fújja be, mert biztos benne, hogy hamarabb betalálunk, mint Izland. Hát, de hát ezek a mi lett volna? Persze, hát ezek már teoretikus kérdések. Igen, hány nap alatt fogyott el a 240 gombos szöltött káposzta? Kérdezi egy hallgató, beszélgetünk anyukáddal, nem tudom, hogy tudod, de tündéri anyukád van, azt kell, hogy mondjuk, hogy egyrészt a szülői SMK vezető tagja, ugye, aki irányítja a többi focista anyukáját, és megy drukkolni, nagyon helyes, a mama nagyon helyes. Most abszolút szerepe mindenhol. Ez tőle nem megszokott. Tehát úgy, hogy ugye tőlem elvált, most mondok, éjfélkor vagy egy órakor a stadionból, és akkor reggel látom, hogy 8 órakor az egyik tévécsatornán van. Tehát, és akkor mama utána, nagyon tolja. Hát mondom, hogy? Tehát, hogy nem alszom, vagy valahogy mi történt? Mert abból ezt nem szerette, de mondta, hogy nem, Balázska, most ilyenkor persze kell, nem muszáj, meg nem akar nemet, úgyhogy azt a töltött káposzta az egy picit hiányzott is, sőt nem is picit, hanem ezt még a Dárdai Palinál kezdtük el, hogy Debrecenben játszottunk a Palival, és ugye hát anyáik persze, hogy bejöttek, és mondta, hogy ugye a nagymama küldi, és akkor még csak egy ilyen 20-25 darabot küldött, de ugye ennek híre ment, a Pali rácsapott mindenki, tehát játékostól kezdve azt, hogy ugye senkinek nem jutott, és utána megint volt 5 nap múlva a meccs, és onnantól kezdve már Nagyi folyamatosan 150 emelt az adagokat, és ez folyamatosan így ment a selejtező sorozatok meccsein is, hogy csütörtökön azt tudta a Storkur is, hogy jön a töltött kártya. Erről azért mi itt beszélgetünk, hogy ti azért full profi sportolók vagytok, élsportolók vagytok,
egyébként minden ideje, minden kalória, minden megvan, hadva előre ki van számolva, hogy egy dietetikus mit szólt az, amikor meglátta 150 darab fölött. És az átvágott rótkerítést a telkiedző táborról tudod, ahol a mama bejuttatta a gombócokat. És most a sprinteket hagyagoljuk. Nem, ez általában mindig vacsorára van. De nem, tehát ennek senki, ezzel senkinek nem volt semmi, sőt, azt mondom, hogy nagyon imádja a magyar ember. Tehát picit sok is volt már, hogy folyamatosan steak, tészta, bolonya és a többi, a csirke, és mindig be van egy szisztémárával a brigád, és ez nagyon-nagyon hiányzott, és ugye van velünk egy magyar szakács, akinek mindig mondtuk, hogy egy gulyáslevest, vagy amit lehet, egy kis bundás kenyet reggelire, tehát ezek azok a dolgok, azt mondom, hogy egy magyar embernek hiányzik, tehát eleve fűszeresebben is főzünk szerintem, mint az átlag. De mákos tésztát egy falatot se. Az is lehet, az is jós, mákos, túlós, ezek megvannak. Az már egy régi örökség. Az még a 80-as örökség a tészta. Az már azért elmúlt. Azóta az már elmúlt. Mi van a bajusszal, vagy a szakállal? Ez egyfajta fogadalom volt, hogy nem vágod le addig? Igen, az elején aztán most úgy akar, hogyha már eddig kibírtam. Én nekem soha nem volt még életemben, hogy ennyi szőr lett volna az arcomon. Látszik is, hogy azért igen, vannak még picit, igen, vannak hiányosságok. Nem, tehát majd meglátjuk most. Hát a szónoki véle meg ez, hát felszaladhatnál most a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjére. Színpadon is voltam a Hősök terénél. Ja, hát van minden. Persze, majd foci után ide becsatlakozom. Igen. Egyébként a szövetségi kapitány lelket ápol? Tehát vagytok vele olyan viszonyban, vagy megvannak a csapatban a pszichológusok, akik foglalkoznak veletek, vagy ő kiszúrja azt, hogy egy játékos nincs olyan idegállapotban, egy kicsit félreép, kicsit dumál, vagy ennyire azért nem bizalmi a viszony? Mindig megvan az, hogy ki az, akire úgymond, ugye megvan a fejében az elképzelés, hogy ki az, akivel elképzeli a mérkőzés kezdetét, ugye az a csapat, aztán onnantól kezdve, hogyha folyamatosan látja, hogy valaki tényleg azon a meccsen nem kap szerepet, akkor félrehívja, de az, hogy most ilyen óriási beszélgetések, meg eleve nincs is pszichológus a csapat környékén, volt egy időben, de egy csapat szinten más, tehát ugye azért eléggé le vagyunk így a két edzések, a megbeszélések, a videózások, és amikor mindig megkapta volna azt a szerepet, vagy azt az órát, akkor tudod mindenki egy picit így duzzogva, hogy na most megint kell beszélgetni, ugye 23 emberre mindig. Kicsit, persze. És ez ugye egy picit rosszul is jött ki az ő szemszögéből is, úgyhogy ezt hanyagoltuk. Kapitány pedig félrehívja, elmondja az embernek, vagy az illetőnek, amit szeretne, aztán mindenki érti, hogy mi van, úgyhogy ő nem kertel. Gyuri bácsi és csapata Nyírlugossal üdvözöl téged, jött SMS-ben. Ilyen elképesztő, fölrobbant az SMS-fal. A VB-s elejtezőt kérdezik nagyon sokan, hogy ugye nyilván erről most így nehéz mit mondani, de ez a következő nagy falat, aminek az EB ismeretében akár esélye lehet neki futni. Hát annyiból nehezebb azért, hogy itt csak az elsők jutnak tovább, valamint egy legjobb második, azt hiszem, hogyha nem tévedek. Hát az valamint a csoportunk se, attól függetlenül, hogy van benne könnyű, de egy portugál Svájc lett Andorra. Ezek azért oké, hogy úgy hangzanak, hogy mögöttünk vannak, de azért nem olyan egyszerű, főleg most, hogy szeptemberben megyünk Ferreira megint. Ami olyan körülmények, hogy az tényleg futballra semmilyen szinten nem emlékeztet. Tényleg Liba legelő? Hát az is meg műfű, és ugye szeptemberben már mínuszok vannak. Ne, a műfűet locsolják meccs előtt mínuszba, tehát az nagyon-nagyon kemény meccs volt. Úgyhogy így ilyenek vannak, de viszont a sorsolásunk az jó, és most persze, ha lehet ennyire így belemenni, és miért ne lennénk pozitív, akkor azt mondom, a négy meccsből az elején lehetne hozni mindent, tehát egy nagyon jó rajtunk is lehetne, hogy úgy forduljunk neki az új évnek, úgyhogy hát meglátjuk, hogy a csapat mennyire, meg hogyan, meg sérülések, hogy ki hogyan kezdi meg a szezon, de hát az még, azt mondom, sajnáljuk. Igen. Is, hogy messze van. Persze, meg oké, meg hát ugye a VB-s elejtező ez egy dolog, de négy év múlva viszont EB itthon. Azért az is egy nagy dolog, nem? Hát az a legnagyobb. Hát az a legnagyobb, mert ugye négy év múlva itt tartunk majd, hogy nagyon akár remélem. Még egyszer átélhetjük. Hát én azért nagyon remélem, ugye akikkel nekem vannak csapat, régi csapattársaim, meg akikkel akár együtt is vagyok, és ők nekik megadhatott, hogy játszottak VB-n, ők azt mondják, hogy sokkal nagyobb élmény és sokkal jobb egy EB-n, mint egy VB-n. Most itt mondták, hogy Brazília se volt az igazi, eleve a helyek, a hotelek, a szállások, tehát az, hogy tényleg mindenüket ellopják, ugye nem olyan a biztonsági érzetük, meg eleve Európában közelebb a szurkolók is jobban eljutnak, tehát egy VB-ből szempontból azért nyilván másabb, de azért most az Oroszországban lesz, tehát azért egy picivel közelebb. Meglátjuk, hát én nagyon remélem, hogy tényleg ez egy kezdet volt, és nem pedig megint egy óriási 50 év, 40 év szünet. A fiam 4 éves múlt a kedvence, Gyuri azt mondta, jobb lesz, mint ő, Laci küldte nekünk. Hajdubés verset hallottad, amit a Hajdubé írt? Meghallgattad? Persze, hogyne, hát meg is kaptam, persze, hogyne. Szenzációs volt. Kérdezi egy hallgat, hogy egyetlen egy csapatot választhatnál most, mondjuk tételezzük fel egy olyan helyzetet, hogy minden, a világ összes csapatában van ajánlatod, hova mennél szíved szerint? Leírják a két kapucsinót. Hogy játszunk el, csak egy kicsit nyilván teoretikus a kérdés, ha most egyet választhatnál, hogy a spanyol ligából, a Bundesligában egy valakit, akkor kihez mennél?
szíved szerint? Hát kinek? A spanyol, akkor maradok én is a Barszánál. Hát Barsza? Evidens, persze. Számomra evidens, de nyilván bármelyik. Tehát most azt mondom, hogy hozzák a papírt, aztán ezen nem fog múlni. Gyorsan de... oda bígyeztünk egy szignót a szerződésre. De érdekes dolog, attól függetlenül, és most nem ez a megint ez a hazabeszéd, viszont mindig azt beszéljük, hogy most is, ahogy beszéltünk, jöttünk haza a repülőn, hogy mennyire jó lenne, hogyha jó, nyilván ez úgymond valami szinten lehetetlen, de hogy itthon megadatna, hogy oké, valaki azt mondja, oké, gyerekek, mind a 23 játékos haza, és itthon folytatja mindenki, és bele a BL-be, és itthon átélni ezt, és mindenki szurkolóktól kezdve tényleg hétről hétre láthassa a csapatot. Nyilván ez más, de sokan szeretnék itthon játszani, attól függetlenül. 9 éves Krisztián kérdezi, hogy lehet-e veletek valahol találkozni, lesz-e még valami fórum, ahol visznek benneteket együtt, közönség találkozó, vagy ennek most már vége, megy vissza mindenki, és kezdődik a hát ugye sokan már is kezdték, tehát ugye a magyarok már kezdték a felkészülést, valakinek Európa Liga, Bajnokok Liga és elejtező, úgyhogy szerintem már csak szinte a külföldiek vannak, akiknek ugye megadatik, hogy még pihenhetünk. A többieknek azt hiszem a fradisták kaptak hétfőig, talán a juhászról a videótomból szombatig, úgyhogy itt már akkor nincs a többiek nincs szerintem. Szerintem így nagyon most nem lesz. Jött egy másik SMS, bár csak nekünk lenne ilyen balosunk. Üdvözlettel, Gyurcsány Ferenc. Jó, de jó vagy. És tátkarokkal válnak a Puskás Akadémiát. Egy nagyon fontos kérdés. A Kleinheisler Laci hogy ejti a nevét? Így. Na, jó van. Elsőre bemondtad. Hogy mondtad C-vel? Kleinheisler. Mert hogy négyen négyféleképpen. Tehát aki megszólalt, és kimondta azért, valaki csinálni, hogy a Lacinál alapda. Már nem is próbálkozott, hanem mindenki másképp. Hát ez külföldön pláne. Hát én ugyanebb a szituáció vagyok, úgyhogy. Mi volt a legjobb, ahogy ejtetik a nevedet? Dudák. Minden, hogy persze. Kint cuci vagyok most Törökországban, D nélkül. Cuci. Így, de az a kommentátorok ezt mondják? Hát ki, hogy? Aha, meg a csapatban is. Tehát az edzők, mindenkinek cuci. Felírják a kezdőt, vagy épp a keretet, akkor C-vel. Tehát négybe cucit így. Tehát, és akkor kezdem, hogy ő ki. Hát, hogy náluk nincsen J, nincsen D, úgyhogy... Na mi vált akkor cuci? Azt mondja, hogy a bírónak mit és milyen nyelven mondtok, mikor nem értetek vele egyet. Ez egy jó kérdés, ezen én szoktam gondolkozni. Ugye egyrészt nem biztos, hogy mindenki úgy beszél angolul, kettő, hogy a saját nyelvén az ember azért hirtelen felindulásról sokkal gyorsabban, hát, jobban tudja elmondani, hogy miért nem volt lesz, vagy mi volt, vagy miért nem volt. Ez van is, ez a magyar varázs szó, ez megvan. Ugye én sem vagyok rá néha büszke, ugye a filmben is ugye ez lehetett hallani. Igen. De ez többnyire pályán is előfordul. Aztán elmondod, kidőngöd magad magyarul, és utána folytatod, hogy come on, meg tudod. Tehát az a nagyon szép akarsz lenni, tudod. De nem, hát ezt mindenki kéri magát, és onnantól kezdve meg ugye mondja minél angolul éppen a hevébe, ahogy ezt szeretné. Ahogy jön. Na, itt van a mez, akkor aláíratjuk? Már megtörtént. Körülbelül 3 hetet tesszük intába a hallgatóinkat egy Zsuzsák mezzel, úgyhogy most már, ha itt vagy, akkor alá is írjuk, de ma már akkor ezt így tényleg ha még nem vitték el. Jól van, Balázs, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük az egész csapatnak, és tényleg mi erről sokat beszéltünk, hogy jó volt ezt átélni. Jó volt átélni általatok, a magyar szurkolók által, a magyar közönség által, mert tényleg valamilyen egység volt most ebben az országban, ami hosszú-hosszú évek óta nem volt. És amilyen vonulás volt, amilyen drukkolás volt, amilyen hangulat volt ebben az országban, azért megérte, még nekünk is, akik egyébként nem foci értők és foci kedvelők, de valami hihetetlen hangulat és hihetetlen egység. Ebben egy picit át tudunk magunknak menteni a hétköznapokra, akkor az nagyon jó lenne. Én még pont ma reggel is láttam visszapillantóra szerelt magyar zászlót, ilyen kis hálót, amit ráhúznak. És ezt valahogy annyira jó volt látni, és annyira jó volt érezni, hogy erről mi sokat beszéltünk itt a rádióban, egy komplett generáció nőtt úgy föl, hogy nem tudta, hogy ez milyen, amikor más foci nemzetek az utcára vonulnak ünnepelni, csak irigykedve néztük őket. És ezt megélni, látni, tapasztalni, ez fantasztikus. Úgyhogy ezért szerintem mindenki nagyon hálás lehet neked, nektek, az egész csapatnak. Igen, hát köszönjük szépen mi is, hogy így álltak a csapathoz, meg így álltatok ti is, úgy, ahogy te is elmondtad, mint laikusként, úgyhogy nekünk már, ha azt nézzük, nyilván az továbbítás is óriási dolog volt, de én azt mondom, hogy tényleg ezt egy nemzetre kell lefordítani, tehát sokkal jobb volt azt úgy fölkelni, hogy mindenki vidám és azokat a videókat kapjuk, meg azt, hogy mindenki büszkén viseli azt, meg mondja azt, hogy ő magyar, úgy, igen, hogy legyen az a világon. Felbecsületetlen érzés az, hogy a hétköznapokban látsz most egy embert, aki egy magyar zászlót lobogtat, akkor arról nem a politika jut az eszedbe, meg a megosztottság, hanem az, hogy sikerünk volt. Igen. És ez nagyon kell neked. Ki nyeri az EB-t, kérdezik sokan szerinted? Szerintem olasz. Olaszország? Igen. Olasz-francia döntő lesz szerintem. Ha most nem mondtam érséget, mert lehet, hogy egy ágon vannak. Csak a becs a belgák. Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Ciao. Köszönjük szépen Zsuzsák Balázsnak. 3:10 lesz, pontosan 2 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
3:40 múlt pontosan egy perccel. Elmaradt a hármas ugrásunk, úgyhogy játsszuk már is egy hallgatónkkal. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Gyuri, hello Gyuri, honnan Gyuri vagyok minket? Bajáról, igen. Gyuri Bajáról. Baja, szia. Igen. Fú, de jó volt Baján, de szerettem Baján. Fú, nagyon. Jó nagyon. Kis kitelepülés. De jó volt. Ott voltál? Igen, igen. Egy éve voltunk, pont tavaly tavasszal voltunk. Nagyon rendben nem volt. Az őszín, a tavaszín, ugye egy éve volt igen. Szerint. Ugye? Én szerintem igen, oda tenném, vagy nem? Mindegy, nincsen. Nem idén voltunk. Nem. Azt mondom, hogy tavaly ilyen. Zseni volt, elképesztő, hogy ott kajáltunk, nagyon jó. Hú, ez a kis vízi sportközpont, én ott voltam, kajakozgattam egy picit, ez egész nagyon frankó volt. Sokan voltak, jó hangulat volt. Mennénk még. Gyertek, várunk benneteket. Majd te szabad időt bejönni. Lesz november után, ahova akarsz. Télen is szép baja. Ja, tényleg, majd feltöröm a jeget. November után annyi időd lesz, még nem is tudod, mennyi időd lesz. Mehetünk? Így szól az első kérdés. Melyik században élt Erkel Ferenc? Erkel Ferenc a 19. Pontosan. Menjünk tovább? Menjünk tovább. Így szól a második kérdés. Hány keresztapa filmet rendezett Francis Ford Coppola? Megvédem van a válaszra. Most telik el éppen. Három. Így van, hát nem kell neked több idő. Jó van. Jó vagy, bátran. Te szép macska vagy, te sajnos. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Na így van. Melyik ország labdarúgó válogatottját irányított a Bernd Storck a magyar nemzeti 11 előtt? Tényleg ezt nem is tudtam. Komolyan? Jaj. Én úgy bírom azt a palit. Jó, stílusos. A tárgai palit. Azt. Német. Mondd gyorsan, mert lejár az idő. Német. Nem. Ott még nem az náluk az edzői pálya csúcsa lenne. Kazasztán. A bumozzunk egyet, régen volt bum. Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, próbáld eltalálni őket, tiki-taki. Bum! Ahogy a meleg levegő, ahogy áthussanak. Hitehagyott, enervált, reményvesztett bum után. Még csak mondtad, akkor már jelzett a szoftver, hogy ebből nem lesz. Igen, ezt felejtsd el, szoldálgálatban megtelt. Igen, ez nem. Okay. Nem adott. Ez rendben, köszönöm szépen. Gyuri, ne haragudj. Semmi gond. Köszi a játékot. Én köszönöm. Szia, szép napot. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, tudunk ezt 24-et, mielőtt mutatjuk a Best of-ot. Balázs milyen flottul beszél. Jó, jó a beszélés. Nem? Ugye? Hogy nagyon, nagyon. Amikor nagyon nem flott. Magyarázkodni kell valószínűleg, igen. Az mindig könnyebb. Tehát, hogy majd elmondani, nem. Hogy gyerekek, jó volt, köszönjük mindenkinek, szuper volt minden. Mint most van egy ilyen nagyon vert csapat, aki hazakullog. Tehát ez hálátlan dolog, mert hogy nagyon sok sport van, de a fociban azért mindenki szakértő. Az szóval ott vagy imádnak, vagy ízekre szednek, ugye? Tehát nincs egy állandó úgymond szeretet, mint más sportolóknál, hogy bármit csinál a csapatod, azért szeretet persze, ha nem, akkor tényleg darabokra lépnek. Vagy nem odaigazolsz, vagy úgy nem úgy játszol. Vagy egy hibád van egy meccsen, már végén van. Tőled, igen. Már így sincs rohan tovább. A benzinkútra brunyálni. Mondta, hogy elmenne Budira, de elévetettem magam. Ne akar látni. A ballábán pedig én csimpaszkodtam, és aztán vissza. Neten. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hát gyerekek, ma futball minden mennyiségben. De én azt hiszem, hogy megérdemlik. Meg hát egyszerűen érdeklődésre tartanak számot, szóval nagy hiba lenne műsorkészítőnknek kiadni. 9 után Csucsák volt, ugye 7 óra után viszont Király Gabit hívtuk. Aki nagyon kis visszafogott, nagyon szerény, nagyon nehéz kimozgatni őt a komfortzónájából, egy kicsit megkapargatni, egy kicsit megcsikizgetni. Kimérten, visszafogottan, úriember módjára igen. Válaszolt minden kérdésünkre. Rettenetesen szerény, Gabi, hihetetlen. Annak ellenére, hogy egyébként megnéztem, Szombathelyen már utcát is neveztek el róla, Petőfi Sándor utca mellett van Király utca. De igen. Szombathelyi dolgot én is megkérdezem tőle, de fura, hogy már minden portálon lejött, ő pedig nem tudott róla, hogy tényleg díszpolgár lesz, de akkor valószínűleg nem szóltak neki. Szóval Király Gabival beszélgettünk, valamint egy érdekes helyzetet elemeztünk, vagy modelleztünk egy
önfejlesztő tanfolyamon megkérték a nőket arra, hogy küldjék el a szeretlek édesem SMS-t a férjüknek, és hát elképesztő válaszok jöttek. Hallgatóinkon elvégeztük ezt a kísérletet, arra kértük, hogy most mindenki fogjon egy telefont, és küldje el párjának, férjének, feleségének azt, hogy szeretlek édesem. És hát nagyjából olyan válaszok jöttek, amire számítottunk. Körülbelül 80% félreértelmezte, félreértette, vagy nem akarta érteni az üzenetet, és valami egész más válaszolt. Nagyon szórakoztató válaszok jöttek. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Ennek hogy lett vége? Tedd ide abban a kezdődjünk. Add ide a bicskádat. Várjál, a mász kicsorbult, mert már négy ujja le van vágva. Már csak a hüvelykujja van meg. A kis ujj és a gyűrűs. Meg kell szedjem le. Két ujja már bánta a múltkori bestopot. Viszont itt a bejárat jelent, hogy csindarabbal van kitámasztva. Azzal szerintem nem tudjuk intézni a bát. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. De helyesek voltak a gyerekek. Hát ők teljes lázban égnek. Figyelj, a Rómeó hétfőn megkérdezte tőlem, amikor ugye elindult, visszajöttetek a szabadságról, és tudtuk, hogy a magyar válogatott jön haza, hogy ugye, hogy be fog jönni valaki majd a stúdióba hozzátok, mert hogy akkor esetleg lenne lehetőség, hogy ő is bejön, és akkor kér aláírást. És aztán persze innen jött az egész, tehát az én Rómeó miatt hívtátok ti meg. Aha, így van. Bazi, hívjátok már őket. Nem, szóltam a szerkesztőtöknek, és akkor így. Igen. Csak ugye valaki elmondta volna, Abbaházi család ma megjelent, de teljes szélességében, hosszában, nőstül, gyerekestül, kutyástől, macskástől, vadászgörényestől, és mindenki Bazsival fotózkodott. Tehát vigyázz bált az Abbaházi család. 8-9 körül szoktuk őket kelteni, mert hogy táborban mennek, ugye minden reggel mostanában. Most 7 órakor a Rómeó felkelt, és odaült a rádió elé, mert úgy király beszél. De ez kell, ez kell. Mindegy, hogy a gyerek milyen példaképet talál, csak találjon, akarjon, sportoljon, motiválja őket, ha egy futbalista, ha... De tényleg teljesen mindegy. De lényeg, hogy most akkor nem Ronaldók akarnak lenni, hanem Király Gabik meg Dzsudzsákok. És ez tök jó. Szóval, hogy ez jót tesz az országnak, jót tesz a sportnak. El kellett venni labdát, ilyen EB-s labdát venni, és akkor azt iratták alá, és azt mondták, hogy arra annyira vigyáznak, hogy nem is fognak belerúgni, meg hogy ne lejtsék a földre, egy kis koszt ne legyen rajta. Tehát, hogy ez... Tudod őket zsarolni a Gábor, amikor átdobod a szomszédhoz, ha nem jönnek ebédelni. Nem eszik vég a vasárnapi ebéd. Nézd csak azt a labdát. Á, jó ez, abszolút, persze, érezhető ez azért sok családos nagyon gyereket. A Balázs. Nagyon, persze, egy halálosan jó arc egyébként, közvetlen, szerény, normális, szóval abszolút megérdemelték ezt a dolgot. Jó, van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán elköszönünk, hogy ne 10:30-kor teljesítsd az első kívánságot, Csabi. Hanem 3:45-kor. Már átlógtunk hozzá, hagyunk téged dolgozni. Nekem belefér, a hallgatókat kérdezd meg. Az M5-ösről írjatok még, hogy lehet-e már arra menni. M5-ös, most, gyorsan, Csabinak. Léci. Morning Show. Az bizony, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hogy hívnak, hello. Laci vagyok. Laci, szenzációs volt az SMS-ed, nagyon szeretik, ugye Gyugyi volt a vendégünk, annyit írtál, bárcsak nekünk lenne ilyen valósunk, üdvözlettel Gyurcsány Ferenc. Nagyon szerettük, nagyon jó. Nagyon jó. Te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen, köszönöm. Helyileg merre vagy? Budapesten vagyok. Budapesten hallgatsz minket. Bocsánat, meg vagyok illetődve. Nem baj, jó. Nincs ezzel baj. Nagyon szépen köszönöm. Már munkában kaptunk-e? Persze, itt dolgozok a Feréktől, nem messze a Béketéren. Jaj, a 13. 13-ban vagy. Azt már megszoktuk, hogy vagy Lőrinci, vagy 13. kerületi naphallgató. Ennyi, jó emberek laknak, érted? Komolyan mondom, Budaörsi, egy török bálinti, soha, tényleg, mintha le lenne hozzá. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Köszönöm, napot, sziasztok. Hello. Gyerekek, elképesztő számot mondott a Jani, 11 000-en akarták a Facebook oldalunkon megnyerni a Gyugyi Mezt, hát fölrobbant a Facebook oldal, ez hihetetlen. 11 000, nem tudom, like, vagy a kérdése, válasz jött. 11 000 válasz. Hihetetlen. 11 000 válasz, úgyhogy bekértünk most még 10.999-et. Igen. A pólóból. MLS-be a Csányi ráborult a izét. Bükkfaj, mahagoni bútorára. Ezt nem tudjuk teljesíteni. Jó, akkor kisorsoljuk végre, vagy elmondjuk, hogy ki nyert, vagy majd adáson kívül, vagy nem csinál már valamit ezzel a mezzel? Van egy kis hiányérzet. Most ne szívassuk már, ne tényleg. 10 óra. Jó, akkor holnap. Jó, holnap. Hát már most forrakjuk napközben, hát most így holnap bemondunk egy nevet, de idő kell azért, még végignézegetjük őket. Most így 400-nál tartok, tehát hogy azért... De mit kell végignézni? Nem hát én őkekre az első remé, hogy hát sorsoljam ki. Sorsológép. Ja tényleg, hát a sorsológépünk. Ja, mindjárt be is ízítom a szoftver. De annak is idő kell, nem? Hogyne.
Az holnap reggelre sorsol a szoftver. Jó, drága hallgatók, csak hogy akkor lényegre törőek legyünk. Fent lesz egy név a Facebook oldalon. Jó, keressétek a saját neveteket, ha egyezik, kezdjetek gyanakodni, hogy ti nyertétek a csúcsát. A frissen dedikált Pólónak a képével együtt lesz fent. Így van. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Rúzsa Magdit hozom nektek, van egy friss slágere, éri hozzám ez a címe. Szeretitek Rúzsa nagyon, Magdit. Nagyon kedvesek. Zseniális énekes. Igen. Szerintem nagyon jó kis dalokat hoz, és az benne az érdekes, hogy mindig egy kicsit változtat hogy azon. Némelyiket le is adjuk. Nem, tehát, hogy amit a rádióban hallunk, az kicsit más mindig, mint amit a zenekarával játszik élőben, és ettől szerintem tök izgalmas, meg érdekes lesz. Tegnap láttam a Volton fellépni. Jó dalt nyomott. Ide jutottam, gyerekek, tévén nézem a fesztiválokat. Azt hittem, mondom, hogy volt. Öregszem. Mama, kapcsolt be a tévét, elindultam volt, nézzük, adja a köztévét. Jó, lesz az. És ott táncoltunk asszonynal a tévé képernyő előtt. Nem kell ott botladozni, ott az üres sörös dobozom. Hol van, fiatalok buliznak, hol benyomom a tévét, az adja az embert. Nem, volt egy ilyen nulladik nap, ahol egy ilyen Petőfi díjat adtak át, és néztem a tévén. És kikapta. Kérlek szépen, a halott pénztől kezdve a Well Hello-n keresztül az Ákosig ügyesen nyert így mindenki, ha értek, ja, gondolok. Tehát úgy mindenkinek jutott is, maradt is, így szépen megnyerte. Nem Kovács mindenki. Ákos. Ákos is kapott talán a legjobb koncert miatt, a Well Hello, most nem akarok hülyeséget mondani, a halott pénz, sokan nyertek, sokféle. Új több Petőfi vagy régi Petőfi díj? Ez új. Ákos, jön a hírekkel, mi pedig holnap. Holnap akkor, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.